Nézzetek, Amish 9-es. Van nagy tisztelettel, és még annál is több szeretettel köszöntjük a Hamis 9-es nézőit ezen a komor, ködös hétfő estén. Amikor is itt a nagy VB lázban égve, köszöntjük itt kedves nézőinket egy kis magyar fociba való visszacsöppenésen, hiszen az MB2 18. fordulóját rendezték a hétvégén, ami kinek nagyobb, kinek kevesebb örömet hozott itt a szerkesztőségből, de ezen kívül fogunk itt beszélni még a magyar válogatott két felkészülési mérkőzéséről is, amivel zárta itt az évet a csapat. De hát nem is húznám tovább az időt itt a prezentálással, szeretném köszönteni kedves vendégeinket. Elsősorban is köszöntöm Viktort, a Budafok szurkolók részéről. Sziasztok, szép estét, hajrá Budafok! Köszöntöm Domit, a Hosszabb, mint zöld Etó futballblog részéről, a Győri Etó szurkolók képviseletében. Sziasztok, sziasztok, hajrá Etó! Ádámot, a Nyíregyháza szurkolóinak nevében. Sziasztok, hajrá Spori! Illetve én is köszöntök mindenkit, én Kispolgárdi Tamás vagyok, Kazincz Barcika szurkolóit képviselve. Lesznek még itt plusz vendégeink, de hát azt majd a jövő zenéje elhozza nekünk, hogy kik azok, akik beugranak a válogatott részre. Először is kezdjük itt tényleg az MB2-nek a termésével erre a hétvégére, és idézem itt hozzánk talán a legboldogabb szurkolótársunkat az egész hétvégéről, hiszen volt itt egy mérkőzés, amit Budapest közigazgatási határain belüli rangadónak is tekinthetünk, ahol a 23. kerületben, hát nagyon úgy néz ki, hogy a frissen alakult sztárpárnak már be kellett lőnie az ittszereit. Te is így gondolod? Yami. Na. Hát ez erős kezdésnek érzem most egy kicsit. Hát figyelj, őszinte leszek. A drága jó kis csapatom letett megint egy kis szart a pályára, azért az annyi minden nem változott. Ennyi Beke Péterről ilyen csúnyát mondani? Figyelj, mondjuk azt, az első gólt, azt nagyon szépen megcsinálta magának, elhúzta a védő mellett. Hogy... Micsoda? Én csak a kis szarra gondoltam. Nem tudom. Szóval szépen elhúzta a védő mellett, bevágta a hosszúba, úgyhogy abszolút egy kiharcolt gól volt ilyen szempontból. Hát egyébként pedig se Beke, se a többiek azért nem nyújtottak maradandót. Egy kicsit úgy mondanám, hogy talán egy ilyen X-es meccs volt, aminek a végét meg tudtuk nyerni, de talán még egy nagyon picit jobb is volt a Soroksár. Úgyhogy részemről így, ha kérdés lenne, hogy megérdemelte a győzelem, hát végül is a lőtt gólok számában igen, de szerintem minden másban nem. Egy kicsit ilyen kecskemétes helyzet kihasználás volt, tehát amennyi helyzetünk volt, azt kihasználtuk, úgyhogy kicsit erre emlékeztetünk. Nem kell, a vereséget meg nem lehet megmagyarázni, úgyhogy ilyen szerint. Ja persze, tehát nyilván ez jó, meg egy kicsit így pozitív flow-ban van végre a csapat, mert szerintem se tavaly, még talán tavasszal se volt meg annyira ez a pozitív flow, hiába jöttek itt a sikerek a végén, és benn maradtunk, de most talán egy kicsit olyan nem volt görcs a játékosokon, ez tetszett kifejezetten. Tehát olyan nyugisak voltak, Mátyussal haverkodtak, lehet, hogy ez is számít egyébként, hogy jött egy ilyen haverkodós edző, egy kicsit ilyen Horváth Feri stílusú, vagy hogy mondjam. Tehát az mondjuk nem tett rosszat a csapatnak, hát egyéniekben. Igen. Ha már nem azért... tett rosszat a csapatnak, ugye azért ezt ki kell emelni, hogy annak ellenére, hogy milyen rosszul kezdtetek Csizivel a padon, most itt, ahogy nézem itt a statokat, egészen jó szériát produkáltok Mátyussal, hiszen egy 6-4-3-as mérleget tudtok a magatokénak. Azért ez én úgy gondolom, hogy mindenképpen kalapot emelendő, pláne az alapján, hogy én milyen reménytelennek láttam a ti focitokat az első felében a szezonnak. Úgy gondolod, hogy ez csak Mátyus, vagy valami felszabadult a csapatban esetleg, amit nem tudott kihozni már Csizmadi alatt? Hát figyelj, most MB2-ben lehet, hogy sokszor az számít, tudod, amiért mondjuk szoktuk mondani, hogy Vitelkit ugye mindenki jó szakembernek tartja, de mégis ugye megbukik, stb. Most azért pont mondtam pont őt, mert mind a ketten tapasztalhattuk, és lehet, hogy majd egyszer, még hárman is, nem mindegy, szóval... Ne tépkedj ilyen sebeket fel.
Szóval tapasztalhattuk a munkásságát. Lehet, hogy jól jött egy ilyen edző, akinél azért, ahogy figyeltem, inkább nem annyira dominál a taktika. Talán úgy vettem észre ott a nyomokból, mert ugye a hazaiból néztem a meccset egy soroksári haverom miatt, és ugye pont a kispadok mögött ültünk. Én úgy vettem észre, hogy a Felipe Matas inkább itt az agy, tehát nem Jani, viszont meg Mátyus iszonyat jobban van a játékosokkal. Tehát az látszott, hogy ő erre törekszik is, hogy velük nagyon jó kapcsolatban legyen. Úgyhogy lehet, hogy ez így egybe befort úgy, hogy egy kicsit szabadabban is játszanak, jó fejvelük Mátyus, tehát hát meg többször is volt már Mátyus ilyen csapatnál, hogy kiesés ellen küzdő csapatot kellett felrántani, és eddig mindig sikerült neki, ha jól emlékszem, úgyhogy ilyen szempontból végül is. Szempontból kicsit olyan mészőgézás neki így a kárjájútja, hiszen azért Géza film is nem egyszer mentette már meg a halit, hát Mátyusnál is szükség volt erre Szombathelyen, ő is behozta, talán mintha egy picit stílusban is hasonlóak lennének. De igen, egyébként van összefüggés szerintem is, vagy hát van hasonlóság a két edzőbe, de hát figyelj, most nagyon nagy dolgokat nem láttam. Ami érdekes, hogy mintha az első meccsén ugyanezt a négyvédőst akarta volna, amivel már egyszer följutottunk, meg működött, meg izé, és valahogy ilyen pár meccs után ugyanúgy az ötvédőre tértünk vissza, hogy a Micsizinél is működött inkább. De valahogy mindig letért a győztes útról Csizi, de valahogy Mátyusnál, hogy ez kimaradt. Hát most edzői húzásokban annyit tudok mondani, hogy ilyen váratlan dolgokat csinál. Most nyilván ugye nálunk most már megszokott lett, hogy Csonka jobb hátvéd, ami szerintem kicsit fura, de én azt hallottam ilyen lelátói pletykákból, hogy a Fradi 2-ben volt neki a Felipe Matas az edzője, és ott jobb hátvéd volt még körülbelül 6 évvel ezelőtt, és akkor most... Itt a Fradi 2-ben dúdolta neki, és énekelte vele. Igen, Igen, meg Felipe Mátyusnak, igen. Na mindegy. Úgyhogy ezért ő mondjuk jobb hátvéd lett, viszont az vicces volt, mert ültünk a fél időben haverommal, és akkor így lent valami hivatalos ember, vagy valaki így lement, és kérdezte a technikai vezetőnket, hogy hát akkor mi lesz a csere. És így bemondta, hogy 10-es helyett 3-as, és így kurva hangosan így visszakérdeztem, hogy 10-es helyett 3-as, és így, mert hogy így a Kovács támadó középpályás helyett bejött a Margitics, aki jobb hátvéd, tehát hogy így néztem, hogy what? És akkor leesett egy ilyen 2 másodperc alatt, hogy biztos előre megy a Csonka, és így is lehet, csak hogy így azért elsőre volt egy ilyen what the fuck a dologban, hogy így úristen. Ja. Hát a meccsőményről meg egyébként annyit, hogy én mindenkinek ajánlom egyszer életében, hogy Soroksáron a kispadok mögé üljön meccset nézni, mert az, tehát vendégben úgy semmit nem látsz, de az konkrétan, tehát itt tőlem ez a monitor annyira volt a Mátyus kis túlzással, meg a Lipcse is volt sokkal messzebb. Egyrészt pont ugye két olyan edzőről beszélgettünk, akik játékos korukban ugye együtt játszottak, és hát feltűnt, hogy jóba is vannak. Úgyhogy hát ment az Rika egymásra, meg így poénkodtak egymással. Volt egy ilyen a második fél idő, hogy Mátyus így szólt a Lipcseinek, hogy milyen labdátok van már, hallott tiszta lufi, valami keményebbre cseréljük már ki, és akkor legközelebb kiment a labdak, akkor kicserélték, és akkor a Mátyus így odaszólt, de nem hallotta meg a Lipcsei, hogy jaj, túl kemény a labda. Tehát, hogy mentek ezek az rikálások, és ugye pont nem hallotta meg a Lipcsei, utána meg valamit elbasztunk támadásba, és akkor Lipcsei odaszólt Mátyusnak, most meg túl kemény, mi? Tehát, hogy azért így egymásra volt hangva ilyen szempontból a két edző, meg hát nekem pozitív csalódás volt egyébként így Mátyust hallani. Egyrészt, hogy végig meccsbe van, meg figyeli, meg tűzbe van, de közben jön belőle a fasság, már mint jó értelembe véve. Tehát, hogy így tényleg volt ilyen, hogy reklamált, hogy hát de hogy tudom, valamit reklamált a Lipcsei, hogy szögletnek kéne jönnie. És Gundel elbaszta a kirúgást, és a félpályánál lett bedobás, és így Mátyus így oda szólt, visszaadtuk. Szerintem kurva egy dolog. Úgyhogy ezeket így nagyon nyomadták. Viszont érdekes volt, mert azt hiszem talán a kislisztest rúgta le a Fótyik, úgyhogy pont az oldalvonal mellett, tehát konkrétan így a soroksári játékos így a Mátyus előtt érkezett meg, és
tényleg elég csúnya szabálytalanság volt, sárgát ért csak, de mindegy. És akkor így Mátyus egyből lehajolt hozzá, látta, hogy nagyjából izé van, hogy nagyjából baj van, és ordibált a sorokság is, mondta, hogy gyertek már ide, mert látszott, hogy a bokája szarul áll meg izé. Tehát, hogy tök érdekes volt, hogy az ellenfél játékosával meg mennyire. Utána föltápászkodott a gyerek, a Mátyus meg így ölelgette, de nem volt játékosa soha, csak tudod, ilyen érdekes élmény volt, hogy mennyire közvetlen egyébként a Mátyus, hihetetlen volt. Hát nyilván de... azért azzal talán nem árulok el nagy zsákba macskát itt a kedves nézőknek, hogy ezzel gyakorlatilag kiismerül a Soroksári stadionnak minden pozitívuma, tehát ott tényleg a hazai szektor az egy ilyen ponyvasátor alatti pársor szék, vendégszektor pedig annak ellenére, hogy szélítólva a stadionnak, hogy ott a teljes hév felőli oldal ott rohad már az elmúlt 60 évben. Meg ha rász, akkor szerintem így nettó tüdőgyulladás ebben az időjárásban körülbelül, tehát nincs olyan vastag talpú cipő, ami megóvna attól a betonhidegtől, emellett ki vagy téve az időjárás minden viszontagságának. Jaj, meg ami nekem ráadásul a legfájóbb, mint ilyen alkoholfogyasztásra buzdító csúnya ember, hogy annak ellenére, hogy tehát nem tudom milyen célközönséget próbálnak megcélozni, de iszonyatosan túlárazott Paul Arner sört adnak, amiből ráadásul egy dekát le is spórolnak neked. Úgyhogy hát ott a büfé is, WC is, lelátó is, minden is igazából olyan. Mi magunk tudjuk, hogy külföldön meg örüljünk, vagy egyáltalán a külföldi ligákhoz képest örülünk, hogy kapsz alkoholt. Tehát... Ja. Hát igen. Ékes példa erre nem csak Szerbia, hanem Románia is. Meg Katar. Ez a kis Antant szövetség. Románia, Katar, kis Antant, jó? Igen, leveszik, azon nem olyan. Ja. Talán nem ismered a híres katari uralkodót, Clem Ansaifot, aki meghúzta a trianoni határokat? Maradjunk a meccsnél. Igen, szerintem is. Amúgy még ami vicces volt, ilyen Mátyus moment, hogy így pont ha már bekekerült szóba, hogy megszólalt, hogy hát gyerünk Peti, nyomja, 10 perced van még, és akkor így mondta, hogy Takács, menjél bemelegíteni. És akkor elküldte a Takácsot bemelegíteni, össze-vissza ezért, ott ugrándozott, és akkor a Beke meg elől valamit, tényleg fasságot csinált meg, valamit lötyögött, és, de ez körülbelül fél perccel azután volt, hogy megkapta, hogy 10 perce van még, és utána így a Takácsnak odaordítja Mátyus, mégis 5 perc, inkább 5 perc. Egyből jobban basz meg, akkor lehozom hamarabb. Nagyon komoly volt. Úgyhogy hát nagyjából ezek voltak itt a hatalmas meccsélmények, de mondom. Magát, nagyon éli most magát János ezek szerint. Igen, egyébként. Szalad a szekér. Legalább hát, egy is a szekér behúzta vonal fölé úgy a csapatot, hogy 3 pontot még le is vonnak. Tehát úgy vagyunk 15-ek most már az adatbank szerint, mert ugye eredmények.com-on még, bocsánat, termék megjelenítést tartalmaz. Szóval az egyéb ilyen LiveScore oldalakon még 11-nek írnak minket, de amúgy 15-ek vagyunk, pont ennyire. Szerintem még az MLS-nél sincs levonva az, nem? De, már ott is. Most már ott is. Még így is így óvtatok. Micsoda? És még így is elvileg? Így óvtatok, tehát ez nem igazából a döntést megelőzően szoktak, vagy úgy fellebbezni, mielőtt hivatalos? Hát de már több mint egy hónapja adták ki, hogy Michelin-i a 3 pont, és hogy óva klub. De azt nem rögtön kellene? Vagy kellett volna rögtön óvni? Hát megóvták, csak érdekesen nem jött ki a kommunikáció arról, hogy amúgy az óvást elutasították. Tehát azt nálunk egy szépen így eltusolták, mert nem akartak szerintem még egyszer erről az ügyről beszélni. Most akkor ki jó? Hát itt azért a nézőinket, akik esetleg nincsenek tisztában, azért avasolni. Meg engem. Történt. Ugye, itt volt egy... Miért nem vagy tisztában? De én tisztában vagyok vele, csak itt most nem értem, hogyha az óvás elbukott, akkor a... De most ki... Na, akkor mondjad, Tamás, légy szíves. Igen, tehát azért ugye vannak itt nézőink, látom itt a kommentek között, akik nincsenek tisztában az óvásnak a, és a 3 pont levonásnak a hátterével. Ugye volt egy Budafok Kozár Michelin mérkőzés, amit ha jól emlékszem, meg is nyert elég magabiztosan a Budafok. És ezen a mérkőzésen, köszönöm szépen a vizuális eredményjelzést, igen, szóval ezen a mérkőzésen pályára lépett egy olyan játékos, aki az azt megelőző napon ki lett állítva a Budafok második csapatából a Blaszban. És az MLS nem indított ugye hivatalból eljárást, viszont a Kozár Michelin bejelentette ezt az MLS-nél, akik azt mondták, hogy ez így
valóban szabályellenes jogosulatlan szerepeltetés volt, és ezért 3-0-val megkapta a mérkőzést a Kozár Miseny. És erről megy az adott kapok itt eddig. De akkor ezt, amit most mondta, egy bejelentés, az egy óvás volt, nem? Kirakta a klub, hogy az MLS döntése értelmében a Kozár Miseny kapja 3-0-val a meccset, de óvunk. És ti? Ugye, ha óvás van, nem kerül be az adatbankba. De várjál, most akkor jól értettem, tehát ti óvtatok? Nem, a Miseny óvott. Jó, igen. És a Miseny sikeres óvását óvták meg. Igen, tehát a Miseny sikeres óvását felebeztük az óvás ellen. És a felebezés eredményéről érdekesen nem jelent meg kommunikáció, de valamiért a honlapon már az MLS adatbankban le van vonva, vagy hát pontosabban 3-0-val az övék, úgyhogy gyanakszom azért, hogy nem sikerült a felebezés, és elfelejtettek nekünk szólni, de majd ráfogják arra, hogy új honlapunk van, és majd véletlenül nem maradt a hina, arra húgyatok. Megesik az ilyen. Vagy úgy adtátok be a felebezést, bocsánat, aztán zárjuk tényleg ezt, hogy ahogy a rutinosok szokták, hogy beadják, csak éppen, mit tudom én, a illetékbélyeget nem ragasztják rá, akkor azzal megint időt nyernek, és akkor megy egy pröcső, és visszaküldik hiánypótlásra, úgyhogy... Aztán átállunk a 60 napos teljes eljárás rendre, amit mindannyian úgy szeretünk. Igen. Ja. Egyébként, bocsánat, tényleg most, hogy még ennyire elragadnám itt a szót, hogy nem is voltam azóta adásba, sajnos, úgyhogy egyébként lelátói pletyka, hogy felhívta valaki a klubból az MLS-t, hogy játszhat-e a gyerek, és azt mondták, igen. Viszont mivel óvott a Miseny, ezért bocsánat, basztuk, ne haragudj. Telefonos segítségnyújtásra így bátran belemenni, hogy aha, ez tök jó. Felezzünk vágó úr, szerintem. Egyébként meg, ha leírják, se tudnak mit csinálni, mert ugye a saját szabályaikkal meg nem mehetnek ellen. Azért nem is írják le. Szintén egy bevett gyakorlat, hogy minden csak szóban. Mert az nem számon kérhető. Hát a törökök és a ciprusiak is megígérték, hogy ránk szavaznak. Isten nyugosztaljunk ám. Hát, és ezzel zárjuk is azt hiszem ezt a szekciót, és tegyük át a székhelyünket 100-valahány kilométerre nyugatabbra, ahol azt hiszem, hogy az NB2-nek a legvártabb mérkőzése következett itt a 18. fordulóban. Győri Etó Diósgyőr, a Győrök rangadója, és hát ez a mérkőzés legalább nem is a táblázaton elfoglalt helyezések miatt, de legalább azért, hogy ez mennyire nagy, vagy legalábbis nagyobb történelemre visszamutató mérkőzés, mint az átlag NB2-es találkozók. Azért ennél szorosabb végeredményt várt volna a publikum, de hát kérdezzük meg ezzel a elszenvedő félnek a véleményét. Domita, hogy láttad ezt a mérkőzést? Még mielőtt bármit mondanék, csak szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy Zoli üzeni jól van. Szíve szerint akár el is jött volna Győrbe meccsre, de egy nagyon jeles eseményt ünnepeltek otthon, ugye, és az édesanyja, aki itt állandó szereplő gyakorlatilag a legjobb befejező csatár a környéken. És igen, a legjobb befejező csatár, és innentől kezdve meg különösen szép az, hogy a 78. életévét töltötte be, és ezt ünnepelték Zolék, úgyhogy igazoltan maradt távol a mérkőzéstől, úgyhogy puszuljuk Zoli anyukáját, Isten éltesse még jó sokáig, mert még kell. Jó volt a Diósgyőr, de még azért befér, szerintem. Na, hát a mérkőzés. A mérkőzés, én félve vártam ezt a mérkőzést. Ettől függetlenül én azt mondtam, hogy nyerünk 3-2-re, de nyilván ilyenkor mindig a szív szólt belőlem, meg az, hogy most megint volt két hetünk. Két hetünk volt, hogy felkészüljünk. Tehát most semmi mással nem kell foglalkozni. Múlt szombaton játszottunk, vagy azt hiszem pénteken játszottunk, tehát előtte héten pénteken játszottunk egy felkészülési mérkőzést, egy szlovák elsőligás csapata, a Szakolca Skalica ellen, amit egyébként olyan szinten titokba tartott a klub, hogy azóta se jelent meg róla semmi. Úgyhogy a másik csapat... Még zárt kapus is volt, Domi. Hát figyelj, nem tudom, hogy ez hivatalosan zárt kapus volt-e, de nem a stadionban volt bent, hanem ugye a kempingpályán, amit úgy lehetne zártkapussát, klasszik zártkapussát tenni, hogyha az utca felőli kerítést mondjuk ilyen rohadt nagy ponyvákkal körbe tekerték volna. Tehát nem volt, tehát semmilyen infó nem volt róla, nem az, hogy zártkapust tesz, és emberek meg se próbáljátok, hanem csak ugye egyszer csak valaki, egy szurkolótársunk felhozta, hogy milyen szlovák csapatra játszottunk, és kitől kaptunk ki. Tehát ez már sok mindent elmond itt a hangulatról.
Azt hittem, hogy valaki az ellen... a környéken biciklizett, és akkor ne bábazz, meg játszik az Eto'o. Ja, és akkor egyébként ez azért is volt jó, meg ez most a tegnapi meccsen is kiderült, hogy 18. fordulót játszották, és ez volt az első olyan bajnoki meccs, amikor fehérbe játszottunk. Tehát eddig végig minden meccsünket zöldbe játszottuk. Úgyhogy most vagy az van, hogy a fehér garnitúra most érkezett meg, vagy nem tudom, hogy mi volt az indoka, mindegy, nem hozott szerencsét, ez se, de nem ezen múlt. Szóval egy vesztes meccsre készültünk erre a találkozóra, plusz még volt, ami nehezített a pályát, hogy ugye nekem a kapus kérdés itt egy elég kapus kérdés, kényes kérdés, és ugye nem elég, hogy Kovácsik gyakorlatilag, mint olvastam már kvázi a visszavonulás gondolatával is eljátszotta a műtét kapcsán, a sérműtétje kapcsán, de ugye a stabil kapusunk, a Fagyas is megsérült, úgyhogy ő se fogta összevédeni. Így hát bekövetkezett az a szituáció, amit még az ankéton is emlegetett tíme, hogy azért hoztuk Kovácsikat, mert nem lehet két kapussal neki menni a szezonnak, hát most egy kapusunk maradt, aki kvázi az első kerethez tartozik, a nagyon fiatal Ruiz Barnabás, és a Sebők Zsolt, mindenki által jól ismert Sebők Zsolt kisfia volt, aki a cserekapusunk volt, Sebők Martin. Úgyhogy az egész akadémiai rendszer így lefele, így, tehát olyan nevek voltak az NB3-ban is a kapusposzton, amit még életemben nem hallottam, tehát valószínűleg az NB3-ban védett az U19-es, az U17-ben a U16-os, tehát mindenki jött egy ilyen fölfelé, és bizonyos értelemben lett is... Kellett nektek Somorjára, meg mindenhova eladogatni a Gyurákovicsot, meg minden... Ja, Gyurákovics, igen, most nagyon hiányzott. Várják, ki volt még? Páfi Donát, meg ilyen... Igen, aki most 10 éve van, Szombathelyen nem véd. Meg a... Nem, haza kell hoznunk Angliába Ónodi Ákost, kész, nincs más megoldás. Már Cipruson van. Vagy nem tudom, hol van. Keressük meg, és hozzuk haza. Gyere haza, fiatal. Egyébként sajnos a kapus posztnak az is volt jelentősége, mert nekem meggyőződésem az első gól az övé, tehát egy ilyen meggondolatlan kijövetel volt, tehát így bejátszották. Várjál, Domi, az első az övé. Azt mondtad, az előbb jól értettem? Hát akkor a második az mi a tökön volt? Én sorba megyek. Tehát sorba megyünk. Pillanat. Tehát az első az övé. Ugye ott belőtték Lukra a labdát, kilépett, nem tudom miért, nem bízott a védőkbe. Egyébként, ha belegond, egyébként ezt abszolút megértem. Csak akkor nagyobbat kellett van robbanni, vagy gyorsabban kijönni. Várj, bocsán, a 44-es az a Breitzein Leitner, vagy kicsoda? A Benson Leitner a 44-es, igen, aki a balfutónk. Igen, azt láttam, hogy Csirma szépen megkerülte, de ott én sem éreztem indokolatlannak azt a kapus kijövetelt, tehát jó, oké. Okay. Igen, én megnéztem egy párszor, mert annyira sokkolt ott, hogy mondtam is, hogy mi történt, ott, hogy nem tudom, de ez... És nem, nem, én is azt mondom, hogy kevésbé az a probléma, hogy kijött, hanem ahogy kijött. Tehát, hogy hogy amikor tudom, hogy ki kell jönni, de az egy kicsit még átgondolom ezt, és azzal már ütemet vesztek. Úgyhogy az övé volt sajnos, meg a második az is az övé volt, tehát nem véletlenül pedzegetted itt Ádám, ugye az a Gerának volt egy ilyen nem annyira bonyolult lövés volt, és gyakorlatilag pont ahogy lerakta a kezét, ott a tenyere alatt ment el. Imádom, hogy ilyen szofisztikáltan fogalmazott. Nem, melyikre gondolsz? Nem annyira bonyolult lövés? Nem annyira bonyolult lövés, ez egy szar lövés. Igen. Szar lövés volt. Szarlövés volt egyébként annál a gólnál konkrétan az vigasztalt mindenkit, hogy les volt. Les volt, mindenki látta, hogy les volt. Én nekem most néven 30 éve nem vagyok aktív, de nekem azért ez bizonyos értem, hogy kicsit más a szemem meg az agyam, ahogy ezeket, főleg úgy ott ülök, tehát ebben a szituációban ott ültem nagyjából vonalba. Én éreztem, hogy ez nem volt les. Már megnéztem, hát nyilván egy kamerás állásból ezt nehéz megítélni, de a fűvonalazása azért az segít, szerintem nem volt les. Én megpróbáltam behúzni egy ilyen les, tehát ilyen print screen-nel vettem, és megpróbáltam behúzni egy les vonalat, tehát ez a gagyi les vonalat. Nyilván nem tudok behúzni egy ilyen les vonalat. Mondjuk te, bocs, te azt szerintem jó, ha tudják a nézők, te pont ott vonalban ülsz körülbelül. Igen, igen. Lékszem, úgyhogy... Onnan kellett volna húzni egy vonalat egyből, tehát egy lézerrel nekem. És akkor egyébként, hogy meghúztam a vonalat, nyilván az látszik, hogy a láb az hátrá van, de ugye annyira dőlt előre a játékos, hogy ugye a mostani aktuális izék szerint most biztos, hogy direkt föl fogom rakni ezt a képet, csak azért, hogy szítsam az indulatokat, mert biztos, hogy lesz olyan okos, aki megmondja, de nézd meg, hogy a válla, meg itt a feje előrébb van, de hát nyilván az is teljesen nem jó.
Tehát ez a vonal az egy hülyeség, meg ott onnan nem látszik, tehát onnan nem lehet ezt megmondani, szerintem nem volt lesz egyébként senki nem is. Még egyébként a játékosok sem nagyon izéltek, pörögtek rajta ott. Ott mi már ott kínunkba, én nem, de ott a többiek ott izéltek, hogy les volt. Egyébként szerintük az első is les volt. Azt nem értem, amikor azt nem értem, hogy az miért lett volna les, mindegy. És akkor így csordogált a meccs, nekünk esélyünk nem volt az egész, a szánalmas futballt adtunk elő. Én a Diósgyőrt ugye idén másodszor látom élőben, és az első alkalom a Gyirmót után én azt mondtam, hogy nem igazán tetszik nekem ez a Diósgyőr. Most azért már látszik, hogy jobban össze vannak rakva. Hát az a Kuznyecovnak a második, harmadik meccs volt. Itt azért most már látszik a meló, és hogyha arról beszéltünk, hogy milyen múltú mérkőzés, meg micsoda, és akkor én mindig ilyenkor, én nem szeretnék ebbe a csapdába belesni. De hogy én azért elég sok Diósgyőr-Etó meccset láttam, és azt, hogy így megyünk neki, tehát már meccs előtt így megyünk neki, és a meccs képe azért ilyet nem sokat. Tehát, hogy ennyire sansztalanok vagyunk, és ennyire mi vagyunk azok, akik a semleges szurkolók szeretetét esetleg elnyerhetnék, mert a gyengébb csapat, azért ezt még tanulni kell. Ez biztos voltam benne, hogy ezen semmit nem fog változni, tehát én nekem a 0-2-es szünet után inkább arra volt félelmem, hogy ez egy nagyon, tehát egy történelmi vereséget fogunk szenvedni. Egyébként már így is az, mert így biztos nem kaptunk. De három, tehát amikor kikaptunk a Diósgyőrt, az a pár alkalom, azt mondjuk egy góllal kaptunk ki. És a második fél időben egyébként volt is, ugye itt Eppert szokta Zoli emlegetni, hát első fél időben volt neki egy olyan megmozdulása, hogy ez viszont 1000 néző volt, nem volt egy nagy ordibálás, de egyszer annyira leüvöltött valakit, mert nem oda rúgta neki a paszt, ahova kellett volna, hogy ezt simán tisztán lehetett hallani, szerintem indokolatlan volt a felbuzdulása. A második fél időben meg volt egy olyan zicsere, amit egyszer nem is értek, hogy bírt kihagyni. Messze volt a másik kapunál, de hogy láttam, hogy olyan 2-3 méterre van, tökéletesen jött a labda, és elrúgta a felső mellé. De aztán jött ez a Lukács, és akkor ő azért megrúgta a gólját, azt már talán nem akarom szegény Ruiznak a nyakába varni, az egy nagyon aljas gól volt olyan szempontból, hogy pont annyit tette bele a lábát, hogy így amikor a kapust érzett ott, hogy így elkezd így mászni szinte a földön, hogy hát megnyújtsa magát, de annyira jól meg volt így már helyezve, hogy esély nem volt, hogy ezt kiszedje. És akkor már Diósgyőr is egyébként nagyon takarékon focizott, abszolút tehát nem volt ez a probléma, amit ők eladtak. A szurkolók egyébként elég sokan voltak Miskolcról. A rendőri jelenlét is indokolatlan nagy volt. A meccs után ott, amikor autóztam el, ott valami fekete sereget a rendőrök így ilyen, tehát mint együtt sétálgattak volna ott a parkolóba. Tehát nem tudom, nem olvastam a másik oldalon sem, meg sehol sem ilyen különösebb atrocitás szerintem nem volt. Tehát volt ott őrizték és védték őket. Ugye nekünk nem egy nagy... Ilyenkor jön ki az, hogy ez a Nyíregyházával való barátságnak azért vannak árnyoldalai. Tehát itt a saját... szegények, tehát így... De olyan, hogy a saját pályánkon olyan szinten kaptuk az ívet az ellenfél szurkolóit, amikor még 2-0 volt, ők... Jó, hát bocsánat. Más nem foglalkoztak velünk. Mivel benned két farkas él, ahogy Viktorék is szokták mondani, hogy egy győri és egy diósgyőri, neked ezért fáj. Ja, biztos azért. Hogy a sajátjaittól kapott. De ilyet még nem tudom, hogy figyeljetek már, azt viszont kérdezem is, hogy volt olyan, hogy ugye bemondják, hogy megkérjük a szurkolókat a sportszerű szurkolásra. Mondják, annyiszor számolj 2 milliót. Igen, csak az, hogy én nekem nem volt ez meg, hogy ezt úgy mondja be, hogy megkérjük a vendégszurkolókat. Tehát, hogy így célirányosan. Nálunk igazából csak így mondták. Jó, lehet, hogy nálunk nincsenek úgy olyan különösebb atrocitások, és akkor nem kell. Mert a pécsieknek játvon egy ilyen. Be kell mondani, mert ellenkező esetben súlyosbodik a döntés az MLS meg az ellenőrzés. Ja, akkor ez igen. Akkor viszont ne várjál, de hát akkor, hogyha ennek van bármi jelentősége a fegyelmi határozatnál, ugye hazai, aki bemondja, akkor bármi történik, megkérjük a vendégszurkolókat, megkérjük a vendégszurkolókat. Nem ilyen egyszerű sajnos, mert az MLS ellenőr fülele is jegyzetel, és mindent hall, és mindent lát. A szívén minden csúnya. Úgyhogy összegezve egy tükörsima mérkőzés volt, ami történt. Osztálykülönbség volt. Én megkockáztatom, hogy nem is egy, hanem másfél osztálynyi volt köztünk, az biztos. És annyit akarok még hozzátenni, hogy itt mögöttem van ez a kép, poing. Ugye most te is látom, Ádám, hogy készült egy ilyen izével. Én most elszegyeltem magam olyan értelemben, hogy mások több effortot tesznek abba, hogy mit írnak ki. Itt ugye a se eredmény, se változás. Ez ott jól látom, ilyen dollárjelekkel vannak az S betű? Azt én nem is látom, de látod, azt én nem is figyeltem meg annyira.
Ugye ezt tudni kell, aki ismeri ott a lokációt, hogy ez pont annak a lelátói résznek a felső részén van kirakva, ami ki van nyitva. Tehát ez a szöveg, ezt látja a szembe oldalon a díszpáholy, skybox. Szóval ott a kedves közönség, meg az a pár ember, aki valahogy oda be tud ülni, tehát azok szerintem a vendégcsapatnak az emberei. És a helyi, ugye a streambe ez látszott, tehát ez a streamből van leszedve ez a kép. Egyébként annyit kell hozzá tudni, hogy én a héten már találkoztam egy sráccal, aki régebben a szurkolói csoportnak a vezetője volt, de most már visszavonult, meg elege van neki is az egészből, de azért ilyen támogató jelleggel ott van a mostani fiatalok mögött. És ő mondta nekem, hogy mondom, hogy jössz meccsre, egyébként tudom, hogy nem, tehát mostanában nem jár meccsre. Hát nem megyek, de ott leszek, mert a srácoknak segítek. És ugye az volt, hogy itt ez a logisztikába beszállt, tehát mondta, hogy lesz valami, nem mondom, tök jó, mert semmit nem fogunk ebből látni, marha jó. És annyit kell tudni, hogy tehát valahogy bevitték ezt a szarságot, és felrakták, és állítólag 5 percig élt a felirat. Könnyű szívvel mondhatta a biztonsági szolgálat, hogy szedjétek le, mert hogy ezeket ugye elvileg egyeztetni kell, és hát nem egyeztették. Azt viszont én meg süvegelem a biztonsági szolgálatnak akárkiét, hogy tehát az láthatóan ugye együtt érez velünk, mert szemet hunyt, hogy bevitték, tehát hogy hagyta, hogy fölrakják, hagyta, hogy ott legyen 5 percig, és utána szedette le. Úgyhogy nem tudom, hogy ő most még ma is ennek a biztonsági szolgálatnak a vezetője, vagy ha igen, akkor egyébként alsóbb szinteken hány kollega nincs már a kötelékbe, de hát ugye a forradalomnak mindig vannak áldozatai. Ugye mert ez még annyi kiegészítést, hogy a múlt héten megjelent egy cikk a helyi újságban, cikk, tehát interjú, ugye ezt úgy csúfolják, hogy interjú. Tehát az arról szólt, hogy a kisfaföldesek szokták cseszegetni a klubnak a potentátjait, és azok meg szarnak az egészre, és hogyha esetleg valamire akarnak, akkor küldjetek a kérdéseket, és akkor úgy elbábozzák, mint az interjú lenne. Tehát kiküldik a kérdéseket, ők megírják a válaszokat, és úgy látszik is, hogy az interjúnak nincs egy ilyen lendülete, mert ugye nincs viszont választ, tehát ő a saját hülyeségét, és ezt súlyosbítja a helyzet, hogy ezt ugye az ügyvezetőnk, a Jan van Déle állt a saját hatáskörbe intézi, és neki a magyar tudása az ugye azért korlátos. És stilisztikailag is vannak bajok, tehát döcögős a szöveg, és a tartalma is nagyon gáz, tehát itt most egyébként a stadion, az eredeti ígéretekkel kapcsolatosan a stadion rekonstrukció változtatásokkal kérdezték, és ilyen teljesen hülyeséget beszélt. Egyébként mindenki tudja, hogy nem ez a fő probléma. Tehát nem az a bajunk, hogy nincs skybox, meg mit tudom én, nem jó a eredményjelző, már minden falusi csapatnak jobb eredményjelzője van, mint nekünk, hanem hogy nincs csapat, és leszarják az egészet. De hát ezt nyilván nem, erre nem reagál senki, úgyhogy én is egy ilyen tanmesét írtam, annyira sokrétű volt az írásom, mert szerintem úgy se értették, hát aki a magyar beszél, hogy egy kicsit nehezen éljük ezt meg, hogy tényleg egyre inkább látszik, hogy mi a dacnak vagyunk a fiók csapata, egy megtűrt valami, egy púp a háton, amiből tényleg csak az üzleti rész az érdekes egyébként, meg és egyébként a legnagyobb, és ez a slusszpoén, hogy az az ígéret, hogy itt közösségépítés, meg stb., meg szurkolók, az van a sor legvégén, tehát minket olyan szinten leszarnak, hogy az már tényleg fáj, és a cinizmus legmélyebb bugyraiba vagyunk, tehát nem tudom, tehát lehet, hogy fel kéne gyújtanom magamat a stadionba, hogy már valahogy komolyan vegyenek, de azért nem lesz, vagy bárkinek, ezt tudnék, akit föl lehetne áldozni szerintem, ha ezért cél érdekében. Úgyhogy én azt mondom, legyen már vége ennek a szezonnak. Egyébként a tavasz se lesz jobb, tehát semmi remény nem fűzök abba, hogy bármi komoly változna. Ez a posvány, és a 11. hely most még a miénk, de hát gyakorlatilag még elvegyünk Nyíregyházára. Jelen állapotunkban még azt sem mondom, hogy a szokásos, mákos, idegenbeli nyíregyházi győzelem meg lesz, meg Csákvár, a szárnyaló Csákvárhoz. Tehát úgy fogjuk befejezni ezt a 20 fordulót, hogy úgy telelünk, hogy kurva közel lesz a vonal. Ez a probléma. Hát nagyon szépen köszönöm itt a beszámolót, annak ellenére is, hogy nem éppen a legpozitívabb a sikerre. De hát tulajdonképpen most az eredményt tartjuk, csak átmegyünk az ország keleti felébe a nyugati feléről, hiszen itt akkor megszólítom Ádámot azzal kapcsolatban, hogy hát Nyíregyházán egy nagyon váratlan és nagyon súlyos pofonba szaladtatok bele. Én úgy gondolom, hogy ez, ha nem is országos egyes volt előzetesen ez a mérkőzés, de azért
mindenki azt várta volna, hogy itt akkor lehet köszörülni a csorbát az elmúlt hetek eredményei után, és hát ennek végül pont az ellenkezője sikerült, ráadásul nagyon gyorsan is dőlt ez a találkozó. Így van, köszönöm szépen, akkor kezdeném én is egy technikai közleménnyel. Köszönjük szépen Ádámnak a technikai közleményt, és akkor igen, most forduljunk a nem technikai részletekre. Igen, igen, nem a készülékben van a hiba természetesen, de ez már nagyon régóta érik az emberben, pláne a Nyíregyháza szurkoló, bennem mindenképpen. A tegnapi nap folyamán ez ki is, ennek számos oka van, nagyon régóta, nagyon, igen, ahogy, pont ahogy Domi is mondta, amit ők is éreznek, hát csak azt tudom Domira reflektálni, hogy üdv a klubban, tehát nálunk körülbelül ez egy ilyen, hát ha nem is 10 éve, de Révész Bálint, ugyebár a Révész Trans ügyvezetője, meg a Nyíregyháza tulajdonosa, elnöke, meg a tököm tudja milyen, mindegy, ebben nem mennék bele a titulusokba, lényeg a lényeg, hogy ő a többségi tulajdonos papíron mindenképpen, innen ides tovább lassan 10 éve vezeti a csapatot, az elején tényleg meseszerűen indult minden, feljutástól kezdve, aztán jött ez a fránya kizárás, és azóta sem nagyon találjuk magunkat, és hát ennek a nem is tudom hanyadik nem találjuk magunkat felvonásnak a x-edik története már ez a vereség, vagy lábjegyzete, vagy fejezete, és igen, tehát ami nagyon fájó volt, hogy én úgy indultam ennek a találkozónak neki, hogy ez egy kötelező jellegű győzelem, azt gondolom, hogy így is kellett hozzáállni, csak hát én kis naív, azt elfelejtettem belekalkulálni, hogy hát a Fránya játékosok nem így gondolták. Macska rúgja meg, hát ők mások gondolkodnak, mert hát mi másért is. Hát úgy képzeljétek el, mire Viktorék berúgták a Beke Péternek a vezető találatát a Soroksár ellen, mi addigra már 2-t kaptunk, bassza meg a kurva élet, a Csákvártól. És hát ki más, mint Hornyák Marcell, a részben elüldözött, részben maga is menni akaró Hornyák Marcell, aki hát volt annyira korrekt és úriember, hogy nem ünnepelte egyik gólját sem meg látványosan, sőt, egyáltalán nem ünnepelte meg. Ugyebár tudjuk, hogy azért neki a Diósgyőri váltás annyira nem jött be, mert nem igazán számoltak vele, nem is kapta meg a lehetőséget, ez sok Diósgyőr szurkoló hiányolta is, különösen mikor nem ment a szekér, és hát Hornyák Marcell igazából kegyetlenül kihasználta az erényeit, a mi, hát ilyen hogy is fogalmazzak szépen, szofisztikáltan, kicsit elmélázó, kicsit úgy fejbe nem ott lévő védőtársak szorításában kihasználta. Én is visszanéztem egyébként Domihoz hasonlóan a mi mérkőzésünk felvételeit, amikor már picit úgy higgadtabban, nyugodtabban máshogy láttam. Az első gólnál mentségére szóljon a védelmünknek, hogy megpattant a Hornyák lövése, ami 16 méterről középről jött. Ha nem pattam meg, akkor szerintem Fejér, ha nem is jó eséllyel, de védte volna, de ezzel nem mentem fel a védőket, hiszen olyan vidáman körbeállták, hogy körbe táncolták, mint Kevin Costner a farkasokkal táncoló kultikus jelenetében, tehát körülbelül úgy fedezték a rájuk bízott védőt, vagy bocsánat, támadót, és hát hirtelen igazából, ahogy szokták mondani, hirtelen bekapott két gól megzavart minket, de igazából az egy is, mert eleve ilyen zavarodottan, ilyen félakarattal látunk bele ebbe az egész találkozóba. Ugyebár tudjuk nagyon jó, hogy a magyar labdarúgásban van egy olyan jelenség, hogyha túl keménykező az edző, akkor mennek a játékosok panaszkodni. Szakmai igazgató bácsi, elnök bácsi, ez az edző, ez nagyon durva. Ő bizony azt akarja, hogy sprinteljünk, fussunk, helyezkedjünk, legyen olyan, hogy taktika, hát a fene a pofáját az ilyeneknek. Hála az égnek Nyíregyházán ilyen jellegű probléma már régóta nincs, Feszkó Tamásnál se volt, hiszen ő tudjuk, hogy ő nem az a típusú edző, de hála az égnek Géza bácsi is az a kedélyes kis szaki bácsi, pláne egy hétvégén felöltözött a kis kötött sapkát a fejébe húzta, és igazából egy ilyen törpapa. Igen, meg a szívét olyan szépen nézett ki ott az interjúban. Igen, tehát tényleg, tehát Szabolcsnak azon részében, sőt, az ország egyes területén a közfoglalkoztatottak rohangálnak ilyen fizimiskával nap, mint nap, amikor éppenséggel nem a játszótéri hintában üldögélnek, még ebben a cudar időben is. Lényeg a lényeg, hogy igen, tehát valószínűleg Géza bácsi, pozitív Géza bácsi is
így állt a játékosokhoz, hogy hát jól van, fiúk, tudjátok ti a dolgotokat, mert tudjátok ti a dolgokat, hát a nagy faszt, de hogy tudják. Tényleg ilyen félpuha, sőt, teljesen puha elánnal álltak hozzá, és így jöttek a gólok. Egyébként tök érdekes, közben az egyik kedves csetelő nézőnk írta, hogy vitte a tipmixét, hát volt olyan discordos felhasználó, akinek ezúton is köszönöm a jelzését, volt, aki írta, hogy nem lehet erre a találkozóra fogadni egyes portálokon, felületeken. Minő véletlen, de persze nem akarunk semmi rossz feltételezésbe itt belemenni. Lényeg, hogy mindössze 2 perc alatt 2 gólt kaptunk, tehát igazából nem is 4 perc alatt kaptuk azt a 2 gólt, hanem 2 perc alatt. A második gól igazából az már nem volt egy ilyen szerencsés találat, olyan szempontból, hogy nem pattan meg a védőt, hanem Hornyák Marcell egy kiszorított szögből, igazából az 5-ös sarkáról rúgta be a kapufa segítségével a hosszúba, ballal, szépen ahogy a stillik, kiszorított szögből, védőtől szorítva, kellett hozzá egy adag szerencse, és így van, de hát Hornyák Marcellnak az elmúlt éveit figyelve most neki kellett ez a kis szerencse, úgyhogy kihasználta az erényeit, tehát hogy volt üres terület, ahova befuthat, hiszen ő nem egy center, ő nem igazán tud jókat, meg nagyokat birkózni a védőkkel, úgyhogy kihasználta, hogy van azért némi futógyorsasága, némi fizikuma, és igazából tényleg szépen be is rúgta, úgyhogy mindössze 4 perc volt, és én meg így gyakorlatilag nem is tudom, így leszedálva, leforrázva éreztem magam, miközben néztem ezt a remek találkozót, és hát értelemszerűen utána a Csákvár, aki egyébként tényleg egy abszolút, még őket is meglepte ez az eredmény. Tehát látszott rajtuk, hogy így mi a tosz, 4 perc, 2 gólt rúgtunk, hát nem ez volt bekalkulálva, így látszott rajtuk, értelemszerűen szépen visszaálltak, mi pedig elkezdtünk így bakló módjára előre venni, de nem volt meg az átütő erő egyáltalán, mint ahogy korábban se, óriási távolságok voltak a posztok között, a hátsó védő 4-es igazából tök mélyen helyezkedett, középpályások gyakorlatilag rájuk másztak, elől meg a 3 támadó kezdetben Novák, Pekár, illetve Pantovics meg állt elől és várta a labdákat, tehát felívelésre megint. Úgyhogy a szokásos forma jött, csak azzal a nagy különbséggel, hogy 2-0-ra ment az ellenfél, és teljes joggal, tehát kihasználták az összes hibánkat, és akkor igazából, hogy kitámadtunk, majd időközben, hát igazából relatíve hamar jöhetett volna egy szépítő találat, Novák Csanád ígéretes helyzetben, mint ahogy visszaemlékeztek, Magyarország-Luxemburg esetében, amikor Gazdag teribe lőtte a kapust, és igazából azt hittük, hogy abból lesz az egyenlítő találat, vagy talán... Ne spoilerezzel. De tök hasonló helyzetben, igaz, hogy nem lőtte, hanem Novák Csanád fejelte és a kapus kezébe, úgyhogy még szerencsénk se volt, meg mondom, végig ez a dekoncentráltság látszott a csapaton, hogy gyerekek, itt bármit csinálhatunk, itt úgyse lesz semmi baj, tehát nem csak a mérkőzésen, hanem úgy Nyíregyházán. Itt nyomjon minket agyon a tét, az elvárások, szurkolók nincsenek, mert nem járnak ki hazai meccsre teljes joggal, azt gondolom, idegenbe elmennek, buzdítanak, viszont ők is el vannak foglalva, úgymond a saját problémáikkal. Persze kritikusak egyébként a maguk nemében a játékosokkal, de leginkább a vezetéssel vannak elfoglalva teljes joggal, azt gondolom. A vezetőség még igazából full dilettáns. Tehát ha belegondolunk, van egy logisztikai oligarha, vagy ne nevezzük oligarchának, mert ez egy nagyon csúnya kifejezés, egy milliárdos, egy milliómos, bár nem tudom, mert nem én írom az adóbevallását, lényeg, hogy egy meghatározó, terfavorozó vállalkozó van, akinek finge nincs arról, mi az a foci, nem is érdekli, mert ő bevallotta többször, hogy rally, csinálunk inkább kamionos csapatot, mert azt szeretem, meg csinálok inkább Formula 4-es csapatot, mert hát az még mindig jobb, mint a futball, mondja, hogy leszarja, nem érdekli, és akkor úgy van vele, hogy van viszont minden jó kezű, vagy jó vezetőnek egy jobb keze, akit megbíz egy csapat vezetésével, meg kinevezi ügyvezetőnek, és ő meg megint nem ért a foci részéhez, tehát ő megint egy gazdasági pénzügyi szakember, és hát itt adódik a kérdés, hogy jó, de ki a tököm adja a szakmát? Senki. Tehát
itt nálunk ilyen nincs. És mondhatnám azt, hogy Domiékkal ellentétben, tehát hogy nekik legalább van egy fandél, vagy fandél, nem tudom, hogy mennyire ért a szakmához, nem is tisztem ezt megítélni, Domi ezt jobban tudja, de nálunk nincs semmi ilyesmi. És ez így szépen ki is jön mérkőzésről mérkőzésre, fordulóról fordulóra, borzalmas nézni, a játékosokat ilyen full adhok jelleggel igazoljuk, ilyen kapcsolati tőke, meg ne adj Isten, még lehet, az is lehet, hogy YouTube videó alapján, ami azt gondolom, hogy a mai átigazolási politikának a legalja, de szerintem még Magyarországon ez egy létező dolog, hogy YouTube összeállítások alapján igazolnak, ne legyen igazam természetesen. Illetve ugye ott vannak még mindig a kommentekben ezek a mindenféle nigériai és gánai játékosok, hogy hello, I am Peter Johnson Okuoko. Yes. From Nigeria. I am very football. I good strike. I shoot many goals. I would like to play MTK Budapest FC for next season. És hát akkor ezekből lesznek aztán a óriási. I just landed in Sicily. I want to be a professional football player és társai. És igen, tehát én például ezért adok hálát, hogy az NB2-ben nincsenek légiósok, mert ha lennének, akkor ilyenek lennének. Tehát én azt gondolom, mert ami ugye bár megnézzük egyébként az országos viszonyításokat, mondjuk Németországban, máshol, hol vannak prolicenses szakemberek, szerintem nézzük azt is meg, hogy a futball háttérországát képező szakmai igazgatók, vagy tényleg nem is klubmenedzser, mert nem ez a szép kifejezés, vagy utánpótlás bázis vezetők, mert vannak akadémiai igazgatók is, hogy kerülnek ki, hogyan képeződnek, hogyan tudják magukat fejleszteni, mert amellett, hogy szerintem a számos prolicenses edző hiányzik a magyar futballtársadalomban, hiszen nem véletlenül van ugyanaz a játék, vagy edzőkeringő, ugyanúgy szerintem még ennyi szakmai igazgató sincs. Tehát effektíve, most ha mondanék egy pár nevet, Kovács Zoltán, Sallói, ők is igazából ilyen vetésforgószerűen járják körbe az ország klubjait, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen, tehát lényeg, hogy ott is egy ilyen körforgás van, és ez valljuk be egy verseny alapú szférában, ami a futball lenne normál esetben, ez nem egészséges. Tehát nincs amellett, hogy körforgó, amellett ott is az van, hogy ráadásul akik meg újonnan bejönnek, azok meg általában még rosszabbak, és ott vannak a menedzserek zsebében. Gondoljunk csak itt a debreceniek szeretett Tőzsér Dánieljére, tehát azért nem látom még az utánpótlás sem, hogy ki lehetne az, aki ebből kiszakítaná a magyar szakmai közegét. Abszolút, és ennek a legrosszabb része, amit most így most majd ezek után mindenki leírhatja a kommentbe, de az se érdek, hogy én milyen nemzetellenes vagyok, meg minden, emellett hozzáteszem, a magyar ember egy rohadt rossz indulatú népség. Ezt így, bocsánat az általánosításért, de ez nálunk kifejezetten igaz, de több klubnál is hallottam, hogy mert ilyet mondani. Oda került, igen, majd leverik rajta az utcán, nem megtalálnak a kedves nézők, de lényeg, nem is az a lényeg, amit érdemes kérdezni. Nem csak a lényeg. Ebből a kontextusból, hanem az a lényeg igazából, hogy emellett, hogyha jön is egy új néző, vagy egy új szereplő ebbe a kirakósba, egy új perspektíva, teljesen értő, magyar vagy külföldi, mit csinálnak a helyiek az utánpótlásban, mindenhol, hát ezt én is tudnám, hát ezt én is tudom, ezt én is megtudom, meg ilyenek, bazd meg, akkor mutasd meg. Mutasd meg, hogy te jobb vagy, mutasd meg, hogy te külön vagy, kurvára nem is. Ugyanezek az emberek mennek, tök mindegy, hogy edző vagy szakmai igazgató, ugyanazok mennek körbe, azért, mert van egy full dilettáns vezető, és ez az a vicces, hogy ezt hallottam, mondom, más klubok volt edzőitől, szakvezetőit, hogy van egy full dilettáns vezető vagy tulajdonos, és akkor oda megy hozzá egy edző, és meggyőzi, hogy XY, Bandikám, Bélácskám, én ezt ugyanúgy megcsinálom neked töredék pénzért. És én jobb vagyok, én simulékony vagyok, én nem bántok senkit. És azt gondolom, hogy részben emiatt is szar ez a magyar foci, ahogy van, mert jönnek ezek a megélhetési emberek, akik semmit nem hajlandóak annak érdekében tenni, hogy jobbak legyenek, fejlődjenek, tanuljanak, nyelveket nem beszélnek. Gondolom elvégzik ezeket a kötelező kreditpontos szar semmilyen képzéseket, már bocsánat, nem a képzés szar semmilyen, bár azt nem tudom megítélni, hanem lényeg, hogy ezek az emberek, meg ezeket is halljuk számos riportból, hogyha van is egy ilyen edzőképzés,
akkor elmennek így kötelező jelleggel a magyar edzők, és így ott is szervezkednek, kibeszélik az előadót, leköpködik, lefikázzák. Tehát igazából maga a magyar futball társadalom azt gondolom, hogy velejéig romlott és korrupt. Tehát, és bocsánat, hogy ilyen erős szavakat használok, de ez nálunk, ez kijött már így 10 év alatt, mert tök mindegy ki volt az edző, tök mindegy ki volt a szakmai vezető, hogyha egyszerűen nincs egy felettes kontroll szervezet vagy csoport, akkor előbb-utóbb ez lesz a vége. Hozhatsz egy raklapjátékos, hozhatott a legjobb edzőket, hogyha egyszerűen a vezetés részéről nincs egy sziklaszilárd meggyőződésű, tehát nem csak erkölcsileg, hanem szakmailag is képzett vezetés, nevezzük ezt az embert szakmai igazgatónak, mert én nem várom el. Tehát én nem vártam el annó se a Leistingertől, se a Garancsitól, se senkit, hogy értsen hozzá, de akkor nevezzen ki egy olyan embert, aki ért hozzá. Akiben megbízik, aki ért hozzá, de ilyen nincs. És akkor én most megint csak gonosz leszek, én azt mondom, hogyha nincs a magyar közegből ilyen, jöjjön egy külföldről. Lehet, hogy kell hozzá tolmács, lehet, hogy többe kerül, de ugyanott tartunk már 10 éve, vagy még több éve, mióta van ez a rohadt tau, hogy van egy közeg, egy szűk keresztmetszet, aki ebből kurva jól megél, és eladja magát edzőként, vagy szakmai vezetőként mindig valahol. Mert ha nem vagyok jó Békés Csabán, akkor jó leszek Nyíregyházán, ha nem vagyok jó Nyíregyházán, akkor majd jó leszek Budafokon, vagy Kazincbarcikán, vagy Győrbe, tök mindegy. Tehát, és mindegy, bocsánat, kicsit elkanyarodtam, lényeg a lényeg, hogy nálunk is az a fene nagy helyzet van, most jelenleg úgy néz ki, hogy van egy ügyvezetőnk, akinek fogalma sincs a fociról, mondom a tulajdonos mellett, tehát megjegyzem, van egy klubigazgatónk, aki egy 32 éves srác, nem megbántva, hogy fingom nincs, hogy mennyire ért hozzá, de azt látom, hogy nem ő irányít, ő a klubigazgató, csak megjegyzem. Tehát effektíve azt gondolom, hogy neki kellene a szakmát képviselnie, és van egy vezetőedző, aki részben szakmai igazgató is, meg gondolom akkor felügyeli az akadémiát is. Az akadémia meg egy teljesen külön vonal, ők el vannak ott évek óta, nem tudom milyen elvárásokat nyújtunk velük szembe, hogy egyáltalán adjatok valakit a felnőtt csapathoz, de gondolom akkor meg jön a vezetőedző, vagy a szakmai igazgató, hogy gyerekek, hát itt most nem kezdünk el beépíteni senkit sem, mert itt elvárás van. Itt kimondták, hogy a top 5 be kell lenni, azt meg csak dörzsölt, tapasztalt, jó játékosokkal lehet. Lásd, viszont vannak kivételek, most tudom, hogy a nézőink egy része már rüelli, de ott a Kecskemét, de mondhatnék még ilyen fiatalos csapatokat, akik bebizonyították, hogy kurvára nem kell hozzá ilyen NB1-ből visszajátszó, dörzsölt, rutinos, mondhatnék neveket számtalan, hanem anélkül is fel lehet jutni, sőt, nem is kell feljutni, csak jól lehet szerepelni. Én azért mondom, hogy mégsem merünk a fiatalokra támaszkodni, én azért bátorkodom Nyíregyházára azt mondani, hogy ettől már az is jobb. Tehát ha az alibiző kiégett, vagy kiégő félben lévő 30-asoktól, vagy 30 pluszosoktól, inkább akkor lássak egy raklap fiatalt, mert nem lennének szarabbak, mint ahol most vagyunk. Nem lennének szarabbak, az tuti. Mert legalább ha együtt játszottak az akadémián, persze lehet, hogy lesznek olyan mérkőzések, hogy halomra vernek minket, de egyébként azt gondolom, hogy egy megfelelő koncepció mentén én hiszem azt, hogy akkor meg akkor mi a tökömért van akadémia? Hogyha nem használjuk ezeket a játékosokat, mondom, én csak abból indulok ki, hogy a mostani rengeteg menedzserek által eladott játékos, meg minden, nem vagyunk beljebb. Ha megszámolnám, hogy hány játékos fordult meg a Révész Bálint vezetése alatt, hát szerintem nagyon rohadt sok. És az csak így egy hirtelen vett szám, ha jól emlékszek, 10 éve van itt talán a Révész Bálint, mint tulajdonos, azt hiszem ez alatt a 10 év alatt ilyen 16-18 vezetőedző fordult meg. Tehát Isten nyugasztalja, Zamperini majdnem, hogy kezet csókolhatna neki, persze azért egy másfajta jelenség volt, erősebb számokkal, de lényeg a lényeg, hogy nálunk ez mutatja meg, hogy mennyire nincs szakma Nyíregyházán, és ez így szépen, mint ahogy, bocsánat, hogy így fogalmazok, Domiéknál is ez lett a történetnek a vége, hogy elüldözték a szurkolókat, elüldözték azt a kevés, még mérkőzésre kijáró, bocsánat, hogy így fogalmazok, elvakult bololdot, mert egyszerűen dilettánsok kezébe kerül egy profinak látszó klub, ami egyáltalán nem profi. Viszont, bocsánat, profin felveszi a fizetést, profin felveszi a milliós-milliárdos TAO támogatásokat, és nulla visszacsatolás.
Úgyhogy ennek lett egy ilyen ékes példája ez az egész, hogy a rendszer jellegű hibák az ilyen mérkőzéseken jönnek ki, viszont én, mint szurkoló, sajnos egy olyan fajta naív idióta vagyok, aki egy győzelemmel megkelhető. És sajnos rám így tud hatni ez a sport, hogy én a játékosoknak a szarságait, vagy a vezetőim szarságait el tudom nézni, hogyha nyerünk. Vagy ha egy picit lelkiismeretesebb játékkal, de hozunk egy X-et. De amit látok a Diósgyőr ellen, meg láttam most a Csákvár ellen, ilyenkor igen, felerősödik bennem a dű, meg az értetlenség, hogy ezt hogy lehet hétről hétre előadni, úgyhogy ráadásul volt 2 hét szünet, mint amit Domi is megemlített, mi a tökömet gyakoroltak, próbálkoztak, miközben ugyanaz a szar megy Huszák Géza, meg Feckó Tamás vezetése alatt is, céltalan előrejáték, abszolút bármikor, bármilyen helyzetben hibázni képes védelem, nem akarom elhinni. Tehát ez hogy nem szúr szemet az edzőnek, vagy ha szemet szúr, miért nem tesz ellene, hiszen szokták mondani, hogy vétkesek között cinkos, aki néma, mert az edző is félti a kis picsáját, féltse, de magunkat csapjuk be, magunknak hazudunk, rendben, tegyük meg, csak közben meg, ahogy szokták mondani, számos ember szórakozását tesszük tönkre ezáltal. Úgyhogy tényleg nem túl rózsás a helyzet, és onnan indulok ki, tényleg, ahogy próbáltam az adásmenetbe is felvázolni, és tényleg csak most már igyekszem rövidre fogni, hogy ebből kilábalni csak úgy lehet az én meglátásom, az én laikus szurkolói meglátásom szerint ebből a sok évnyi nihilből, hogy tényleg a tulajdonos választ egy olyan szemét, akiben valamilyen szinten megbízik. Én nem mondom azt, hogy ne tegye oda a saját gazdasági emberét, de akkor nevezzen ki egy olyan szakmai igazgatót, akinek elfogadja, hogy figyelj, akkor most ezt csináld az utánpótlással, ezt csináld a felnőtt csapattal, ilyen edzőt válasz, ilyen játékost hoz, mert ilyen nincs. Én értem azt, hogy annó a révész úr megpróbálta ezt, és akkor csúnya Elbert Gábor, csúnya Beneferi, meg csúnya Szűcs Misi átverték, meg kisemmizték. Lehet, hogy így volt, fingom nincs, mert itt is számtalan Conteo látott már napvilágot, nem tisztem megítélni, de az továbbra is látszik, hogyha nincs egy szakmai vezetés, akkor mindig az adott vezetőedző és az ő kis slepje, meg az ő holdudvara határozza meg, hogy milyen játékosokat hoznak, és pont ez az, hogyha már idehozom a saját játékosomat, akkor nem fogom bántani. Nem fogom azt, hogy te bizonyítsál, tegyél, tedd oda magad. És ennek a hű letükröződése volt ez a találkozó, ahol mentek, akartak, de nem volt kidolgozott meccstaktikai, picit rá volt bízva, tehát be volt dobva a gyeplő az öltözőbe, a gyerekek csináljátok, mert tudjátok ti, mit kell. Tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, ilyen kondás eleméresen, hogy bemész, és akkor nincs kecsmes, és nincs izei. Én körülbelül így képzelem el, persze bizonyára ettől azért professzionálisabb volt az eligazítás, de a lényeg, hogy látszik, hogy a játékosok leuralják az öltözőt, és nem fogom Feckó Tamást megvédeni, mert egyáltalán nem szolgál rá, hiszen megvolt a lehetősége. Valószínűleg ott is megfúrták a játékosok, valószínűleg most Gézát, a Huszák Gézát nem merik megfúrni, mert ő a kedves, kis aranyos, kis bácsika, aki ezzel nem fog odabaszni az asztalra. Úgyhogy lényeg a lényeg, és akkor tényleg mindenki döntse el ennek tükrében, hogy mi erre a megoldás. Sokan megpenítették, hogy januárban lesz egy tulajdonosváltás. Ez már úgy vagyok vele picit, hogy ez a hiszem, a látom kategória. Túl sokszor volt ez már így belógatva mindenképpen, hogy Révész Bálint el akarja adni a klubot. Hát könyörgöm, ahogy mondtam az elején. Persze, hogy el akarja adni a klubot, mert szarik a focira. Tehát ő egy kényszerrel bele lett taszítva a futballba, mert bizonyos szereplők azt akarták, hogy ők vállaljon részt a futballban, bevállalta, ennek meglett a maga pozitív, meg negatív hozadéka, ő nem akar a focival foglalkozni, sokan azt mondják, hogy majd elkerül jobb kezekbe a klub, hogyha eladja, részben már úgy vagyok, hogy ettől szarabb nem lehet, úgyhogy, de persze az ember ilyenkor picit fél, hogyha jön egy új tulajdonos, akkor majd kiárusítja, leviszi, leamortizálja, mert azért Nyíregyháza szurkolóként tudom, hogy milyen, meg a Vasas szurkolók is tudják, hogy mikor a bizonyos Híd Akvizíció ZRT jött, akkor mit művelt a klubokkal. Tehát akkor tényleg az volt, hogy a játékosoknak nem volt pénze albérletre, meg semmire. Nem az, hogy manapság, hogy tényleg ez a vidáman 1 és 3 millió közötti fizetést azért zsebre teszik, ott azért ennek a tört része volt.
Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy így a kedves voksolókra bízom majd, hogy ők hogy látják ezt, hogy mi erre a megoldás, hogy most tényleg a tulajdonos váltás lehet a megoldás Nyíregyházán, vagy a szakmai igazgató kinevezése, esetleg edzőcsere. Én azt mondom, hogy ha Révész Bálint tényleg így szabad kezet ad, akkor így szakmai igazgató lehet a megoldás. Nem tudom, hogy erre van-e reális esély, pont azért, mert azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kicsi a merítési lehetőség, úgyhogy nem is fognak, mert külföldit nem elég tökösek, hogy kinevezzenek. Én mondjuk tökre örülnék, ha jönne egy külföldi szakmai igazgató, és akkor rá lenne bízva a klub, lehet, hogy sokan nem, de én azt gondolom, hogy ettől szarabb már nem lehet. És a slusszpoént, és bocsánat, hogy hosszú voltam, csak tényleg így felgyülem lett bennem az elmúlt időszak hullámvasutazása. Valamelyik nap híre, vagy vereség utáni hír, új vezetőedző a láthatáron, és ha lehet még szarabb ez a nap vagy hét, Vitelki Zoltán. Most komolyan, én értem azt, hogy nem már. Azt hiszem, hogy Vitelki személyéről tudunk én is, meg Viktor is nyilatkozni. Hát én részben abból indulok ki. Tényleg az a legrosszabb ebben az egészben, meg tényleg belegondolni, hogy gyakorlatilag Vitelki jelen pillanatban az utolsó előtti helyet foglalja el a Tiszaújvárosra az MB3 keleti csoportjában, olyan nagyszerű eredményekkel, mint a Vasas második csapata elleni 0-9, ami hát még vízilabdában is sok lenne, én úgy gondolom. És megnéztem azt direkt a mai nap kedvéért, alig játszottak vissza, úgymond, azt hiszem, hát a Kleist nem mondanám, a Vida meg a Zimonyi játszott vissza, és úgyis 9-et kapott a Tiszaújváros. Brutális. Tehát jó, hallunk ilyen híreket, hogy Vitelki Zoltán profi edző, meg jó edzéseket tart, meg ilyenek, mert van olyan Discord felhasználó, akinek emlékszek, hogy leírta, és bizonyára igaza is van, de valamiért ez nem akar átmenni a játékosoknak. Se Diósgyőrben, se Debrecenben, se Budafokon, se Barcikán, de javítsatok ki a tévedek. Lényeg a lényeg, hogy megint a klasszik edzőkeringő, és megint lehet felfele bukni, mert ez a rohadt magyar labdarúgás. Nálunk egyébként bejött, tehát látszott a pályán, hogy mit akar, de szerintem az túlzott elvárás a magyar mezőnytől. Tehát, hogy szerintem túl sok. Tehát most értsd úgy, hogy ha túl kombinálja itthon egy edző, szerintem legalábbis túl kombinálja a játékot, és nem fogja föl, hogy ezek hármat nem tudnak egymáshoz passzolni, a baszhatja. Tehát lehet, hogy szakmailag tényleg olyat tud, ami nyugaton elfordult, lehet, hogy egyébként egy nagyobb csapatot jobban tudna vinni, de minél lejjebb megy, annál kevésbé ül, amit csinálsz. Túlzottan görcsös a saját elveihez, nálunk kétszer is volt, ugye mind a kétszer az volt, hogy az első 5-6 mérkőzésen elfogadhatót hozott, utána kiismerték, nem volt hajlandó a saját rögeszmény változtatni, és aztán utána egyszer majdnem kiesés, másodszor pedig kiesés lett a vége. De hát tényleg köszönöm szépen, Ádám, ezt a Én köszönöm, csak annyit még így egy záró gondot, és tényleg bocsánat, egyfelől, hogy hosszú voltam, ezért elnézéseket kérem, csak ez tényleg már régóta kikívánkozott belőlem, meg többen is megkerestek az elmúlt napok során, hogy mi lehet erre esetleg a megoldás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg bejön ez a Révész Bálint által régóta dédelgetett tulajdonosváltás. Nem tudom, hogy várjam, vagy ne várjam, illetve amint a mögöttem lévő transzparens is mutat, amit a szurkolók raktak ki, ugyebár a múlt heti keleti rangadó kapcsán, hogy szív nélkül nem megy. Tehát amíg nem tudod, hogy miért küzdesz, milyen klubért küzdesz, addig nem fog menni, és ez most kijött a Csákvár elleni mérkőzésen, a Diósgyőr elleni találkozón is részben, ezt még mindig a szurkolók tudják, hogy miért küzdesz hétről hétre, és segítenek benne, ha kell, ha ezért dolgoztok, de ha nem, akkor igen, akkor még ők egy szög a koporsóba, lehet így fogalmazni, és ők lesznek, a szurkolók lesznek a legrosszabb rémálmaitok, de én azt gondolom, hogy ebben ugyanúgy a játékos is felelős, a vezetőedző, a szakmai stáb, tehát az egész közeg felelős, nem csak Nyíregyházán, az egész hazai labdarúgásban, úgyhogy tényleg szív nélkül még mindig nem lehet ezt a játékot, akármennyire is már régóta másképp alakul a magyar, meg az egész nemzetközi labdarúgás. Én hiányolom ezeket a játékosokat, akikből tényleg van egyfajta kötődés a klubok iránt. Már nem is nagyon lesz ilyen, de én még vagyok ennyire szentimentális, úgyhogy hát innen már csak felfelé vezet az út. Igaz, hogy most Szegedre látogatunk, és hogy már a korábbi adásokban említettem, 3 vereség, 3 győzelem. Hát most már második vereségnél tartunk, úgyhogy Szeged ellen ezek szerint bukó lesz, nem is egy rossz formában lévő csapat, viszont utána jön a Győr, és utána elvileg a kezdődik majd a jó sorozat, de viccet félretéve fogalmam sincs, hogy ebből mi lesz, kell legalább egy új vezetőedző,
egy karakán tökös vezetőedző, de nem igazán van kiből válogatni, de még inkább kellene egy jó szakmai igazgató. Úgyhogy köszönöm szépen, és bocs, hogy hosszú voltam. Köszi szépen, Ádám, hát azt hiszem, hogy itt eléggé mélyen szántó problémák vannak a csapatotok körül. És akkor én itt maradnék is keleten, viszont egy picit északabbra sasszéznék, hiszen következik az utolsó általunk feldolgozott mérkőzés ebből a fordulóból, méghozzá az én szeretett kazincbarcikai vegyészszemély. Aludja is az MTK-t fogadtuk, és hát az előjelek gyakorlatilag országos kettest mutattak, hiszen azért mégiscsak úgy néz ki, hogy amióta Bognár Györgytől megszabadultak a fővárosi kékfehérek, azóta azért jobb formába kerültek, úgy néz ki, hogy a védelmüket is rendbébb szedték, illetve a góllövő cipőjüket is megtalálták páran. Mi pedig ugye, hát az, hogy az már ismert 10 meccses nyeretlenséget görgettünk a mérkőzés előtt is magunk előtt, és igazából úgy mentünk ki a mérkőzésre, hogy kevés reménnyel, viszont annál több várakozással, hogy végre most már utolsó hazai mérkőzés, most már mutassunk valamit. És hát úgy néz ki, hogy ezt a néma segélykiáltást meghallották a fiaink, mert teljesen máshogy jöttek ki itt a pályára, mint ahogy mondjuk egy Tiszakécske ellen, vagy egy Ajka ellen. Az első pár percben az MTK próbált így ránk kieszteni, volt egy veszélyes lövés is ott az elején, talán, ha jól emlékszem, Kata Mihály eresztette meg, de ebben nem vagyok biztos, és ott azért érződött, hogy egy picit úgy megpróbál minket csak úgy az ijesztés kedvéért beszólítani az MTK, hogy utána ne is próbáljunk meg semmit, de ezt a lehető legjobb módszerrel reagáltuk le, az egészen szellős hátsó lagzatát az MTK-nak gyors kontrákkal igyekeztünk megbontani, és hát azért egyrészt nekünk is most mentek ezek a ritmusos váltások, jó labdapontossággal tudtuk ezeket a felfejlődéseket végrehajtani, és az MTK-nak is azért ez nyilván már, ha lehetett ezt hallani, meg sejteni az előző meccsek eredményéből, de most már sikerült testközelből is látnom, hogy mennyire nem megy ez a gyors ritmusváltás levédekezése neki, mennyire lassú és összeszokatlan az MTK védelem. És hát ott volt, az első gólunk is ebből született, 15. perc, nem nagyon telt még el sok a mérkőzésből, amikor is ott volt, hát egy egészen véleményes szituáció, ott így helyszínen úgy érződött, hogy a 2 méterre álló bíró jól döntött, hogy tovább engedte az akciót, miután pont azt hiszem Katát szerelte Csatári a középpályán, de egy utólag visszanézve azért ott egy kicsit ilyen, hát, necces eset volt, de hát ott volt 2 méterre a bíró, tehát egészen biztos, hogy nem az volt, hogy nem látta. Csatári jó labdaszerzése, ki a szélre ott Pálinkásnak, és gyakorlatilag az egész mérkőzésünkön a bal szél az életveszélyes volt az MTK ellen. Pálinkás Ádám Ferike kirövi a rövid sarkot, és Somodi nem tudott leérni, 1-0. Extázis, nem is tudtuk, hogy mi a franc történik, hát mi arra számítottunk, hogy itt már mi fogunk úgy állni körülbelül, mint ahogy ti álltatok a Csákvár ellen. És ezek után is az volt, hogy egyszerűen nem nézett ki úgy, hogy 1-0 után kiadnánk a gyeplőt a kezünkből, pont, hogy még jobban megzavarodott az MTK, egyre kevésbé lettek átütők a helyzeteik, kicsit így ők is elkezdték ezeket a céltalan beadásokat, ott főleg Medgyes Szinannak a szélén, és egyszerűen az érződött, hogy itt, mintha mi tartanánk kézben a meccset, amit csak még jobban megerősített az, hogy sikerült rárugnunk a félidő vége előtt nem sokkal a másodikat is, amikor is egy beadás után nem egyből első szándékból lőtte el a labdát, azt hiszem Csatári, hanem inkább letette Pálinkásnak, aki szintén pedig begurította a hosszúba, 2-0, egyszerűen madarat lehetett volna ott fogadni mindenkivel a stadionban, ilyen jól nem is nagyon játszottunk még ebben a szezonban, mint abban a 37-38 percben, de hát aztán rögtön jött a hideg zuhany, azért a mi védelmünk is képes botlásokra, nyilván Botló Ádámmal kapus edzőként ez annyira nem nagy meglepetés, de hát félre itt a szójátékokkal. Rögtön a középkezdésből ott egy ilyen, hát mint annak idején a finn-magyaron a kavarodás, a szöglet utáni kavarodás után, csak itt nem volt semmilyen szöglet, szimplán egy betett labda a szélről, aztán ott Megyeri is rossz ütemben rontott ki rá, meg ott 3 védő még ott bóklászott az új géber körül.
Hát én ott már csak a hálót néztem, nem mertem oda nézni, hogy mi történik ott, és a háló rezdült benne a labdával, hát mondom, nagyszerű, rögtön oda a lélektani fölény, de azért az első fél időt lehúztuk 2-1-re, és ami ezután jött, az egy kicsit érthetetlen volt számomra, az jól látszott, hogy nagyon jól működik az MTK magunkra vonása, tehát nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy nekik kell uralni a teret, és nagyon jól meg tudjuk bontani őket kontrákkal. Tehát ezek után jött a két ellentétes félidőt láthattuk, ami Kondásról magyarra fordítva azt jelenti, hogy egyáltalán nem az történt, mint ami addig a mérkőzésen, hiszen kijöttünk úgy a második félidőre, hogy itt ide nekünk az oroszlánt is. Tehát nekirontottunk az MTK-nak, beadásokról beadásokra, helyzetekről helyzetekre, csak ez kicsit olyan volt, mint a Szeged ellen pár hete ott a hétközi fordulóban, hogy nyomtunk, nem volt igazából célja a beadásoknak, nem tudta senki beletenni a fejét, és hát ez ahogy lenni szokott, csak tön büntetett is az MTK, és hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy két felfutásból két gólt kaptunk, az elsőnél az első felfutásból lett egy szöglet, amit ott be is fejelt azt hiszem német, Krisztián, ami azért felvett kérdéseket, hogy egy ilyen magasságú játékost hogy hagyhattunk olyan könnyen fejelni a saját ötösünknél. Hát a harmadik MTK gól az pedig szerintem a szezon gólja volt, azt nézzétek meg mindenképpen, van fent összefoglaló, már-már szinte M4 szintű közvetítést lüttyentett nekünk Kazincbarcikára az MTK. De hol? Én próbáltam rákeresni összefoglalóra, de... A YouTube-on, MTK, Kazincbarcika, Color City Kazincbarcika, MTK Budapest összefoglaló. Lehet, hogy én még egy régi vágások és KBSZ-re kerestem. Ne is mondd, megcsavargatod ezt a tört itt a szívemben. De tényleg itt van. Na, én addig megnézem. Köszönjük szépen. Hát igen, szóval ott a szezon gólját lőtte Stieber, egy olyan 20-22 méterről rugott egy olyan kiflit, hogy Robi Carlos megirigyelné. Először ott még az MTK szurkolók drapériai felé indult el a labda, aztán végül tűpontosan becsavarodott a felső ficakba. És az klasszikusan az az eset volt, hogy igazából jó idegesek voltunk, de egyben meg is tapsoltuk, mert ez egyszerűen, tehát ez olyan szürreális volt, meg akkora gólt ragasztott ott nekünk, hogy tényleg, na de mindegy, innentől kezdve tényleg már az MTK meccse volt, vagy legalábbis kellett volna, hogy legyen. Kezükben tartották igazából az eredmény alakulását, meg magát a mérkőzést is. És ennek ellenére nem így alakult a vége. Annak ellenére sem, hogy megint arra fordultunk, hogy saját magunkat tegyük emberhátrányba, hiszen a 75.-80. perc környékén a nagyot küzdő és minden labdára odaérő és teljesen extázisban futballozó pálinkás helyére sikerült behozni Takács Tamást, aki hát már a kazincbarcikai szurkolók körében elnyerte tényleg a teljes bizalmatlanságot. Pont ebben az időszakban mentem le én ott a büfébe, és hát ott a büfénél már egy ilyen kevésbé szomjas úriember már kikérte az utolsó sörét, mondta, hogy ezt még megiszom és megyek haza. Én megmondtam meccs előtt, a Takács beáll, én húzok haza a picsába. És tényleg elment, vette a sátorfáját, hát nem volt igaz a végül, mert tényleg a több perc a rendes játékidő vége előtt egy egészen jól felépített akció, aminek a végén hát Ferike lövése megpattant a nem is értem minek beállított Pór Patrikon, és Pórról sikerült bepattintani a hálóba. De tényleg ez a csere is egy annyira érthetetlen volt, mert Medgyes azért egészen jól aktívan futballozott az első félidőben, és ráadásul pont az ő szélén Csatári egy teljesen felesleges mozdulattal kisárgázta magát, tehát ott már a faltokkal sem tudta őt megállítani, és ennek ellenére félidőben lehozta és behozta helyette a még mindig félig sérült Pór Patrikot, akinek hát látszott, hogy a sebessége nem pörög. És hát tényleg az ő hibája is kellett ahhoz, hogy tudjunk egyenlíteni. De én abszolút azt gondolom, hogy igazából ez egy olyan mérkőzés volt, hogy nyilván az MTK-nak a helyezés miatt ez nem teljesen igaz, de hogyha eltekintünk attól, hogy egy feljutásra aspiráló csapat hagyott két pontot Barcikán, akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, aminek a végén mind a két csapat elégedett lehet valamilyen szinten. Tehát az MTK sikerült felállni a két
gólos hátrányból, és olyan egyéni kvalitásokat mutatott be, hogy azért az tényleg le a kalappal. Nekünk pedig abszolút a szívnek volt ez a, nem a diadala, de a döntetlenje, mert egyszerűen olyan tartalékokat tettünk bele ebbe a mérkőzésbe, meg olyan erőket mozgósítottunk, amik már hetek óta nem voltak meg, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem csak egy időszakos fellángolás, hanem, mint ahogy a Pécs ellen is volt, hanem most már tényleg visszatalálunk a helyes útra. Azért az pozitívum, hogy most már nem szerda-szombat ritmusban kell szívni azzal, hogy nincsen cserepadunk. Ugye most két mérkőzésünk következik, Szentlőrinc és Dorog, mind a kettő idegenben. Hát a Szentlőrinc egy laza 5 vagy 6 meccses vereségsorozattal hangol ellenünk, tehát ha van olyan csapat, aki még nálunk is rosszabb formában várja ezt a találkozót, akkor az egyértelműen a Szentlőrinc. És hát nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül kicsikarni ott a győzelmet, vagy akár Dorogon is, de ugye ezzel most Varga Attilának a 3 meccs 4 pontos ultimátumából egyetlen egy pontja van meg, ami már egyel több, mint amit vártunk mérkőzés előtt, viszont még mindig azért inogott a kispad, és tényleg egyöntetően mindenki, akivel tudtam beszélni ott tegnap a mérkőzésen, mindenki azt mondta, hogy maradjon Varga, mert egyszerűen nincs nála jobb, bizonyította és bizonyítja, hogy megvan benne az elképzelés a fociról, meg jól tud bánni a srácokkal is. Tehát én mindenképpen szeretném, hogyha ez összejönne neki. Igazából ezen kívül még egy apró motivumot emelnék ki. Hát igazából a déli harangszó után egy órával kezdődött ugye a mérkőzés, 13:00 perckor. Ennek ellenére az egész mérkőzésen 90 percen keresztül világítottak a stadionnak a reflektorjai. Mi értelme van ennek az egész rezsicsökkentős meccselőre hozásnak, hogyha úgyse tartják be? Nálatok nincs válság, Tamás. Nem. Stabil város vagyunk. Stabilak vagyunk, mint a svájci frank. Stieber gólya tényleg gyönyörű. Az nem is tudom, mikor lőtt utoljára ilyen szép gólt. És azt is pont nekünk kell. Igen, mondjuk szerintem, mint a harmadik gólnál, mint, mondjuk nem mintha bármit is számítana, mint a Kata kézzel ért volna előtte bele, de nem vagyok benne teljesen biztos, viszont tényleg ezek ilyen dekoncentrált gólok voltak, amit kaptatok, pláne ez ilyen szöglet után. Második gólotok, ez egy gyönyörű lefordulás volt. Abszolút, abszolút. Határjárényeket. Kicsit így bántóak is, hogy milyen gólokat kaptunk, közben üdvözöljük a körünkben Balást. Szasz Balás! Cső! Üdvözlök én is mindenkit! Szóval bántó volt az, hogy megint milyen kis védelmi hibák voltak, de most nem tudok mérges lenni erre. Tehát egyszerűen, ha ilyen játékot játszottunk volna az elmúlt két hónapban... Várjál, Tamás, akkor ez a győzelemmel felérő döntetlen? Igen, igen, végre. Végre nem vereséggel felérő döntetleneket hozunk, hanem végre egy győzelemmel felérő döntetlen. És hát most én pozitívan tekintek itt előre a jövőbe. És várjál, akkor viszont egy valamivel hagy árnyalja már az összképet, csak így belolvastam az edzői nyilatkozatokban, és azt nyilatkozta Varga mester, vagy Varga Attila, már ez is baj, ha az ember néhez, hogy egy mester, mert... Mester úr! Ennyi tiszteletet se adjunk el, leköpjük őket is a franzon, mert hát az kell. Lényeg a lényeg, hogy viccet félretéve, azt nyilatkozta Varga Attila, hogy kettő gólos, vagy kettő egyes fordítás után homokszem került a gépezetbe. Mire gondolt itt a költő? Hát Varga itt arra gondolt, amit az előbb is elmondtam, hogy két arcú volt itt a két félidő, és szerintem túlvállaltuk magunkat. Egyszerűen úgy nekiestünk az MTK-nak abban a tudatban, hogy mi vezetünk, ami teljesen érthetetlen, és ugyanazt a hibát követtük el, mint ma a szerbek Kamerun ellen, hogy a jót is túl akartuk javítani. És a 2-1-es vezetésnél meg akartuk rúgni a harmadik mindent eldöntő gólt, be akartuk vinni az utolsó döfés, de hát ez ellen az MTK-en ez öngyilkosság volt. És még ennek ellenére is ki tudtunk jól jönni ebből az egészből a végén. Gratulálunk, ez tényleg egy... Annak ellenére, hogy mi hazai pályán le tudtuk győzni az MTK-t, igaz, hogy az még a Bognár György által vezetett MTK, de sokat elmond, hogy 2-1-es vezetés után azért 2 gólt kapni, és még utána felállni, hát ezt az én fiaim igazán megtanulhatnák, hogy kell csinálni. Igen, hát köszönjük szépen, és akkor ezzel zárnám is az MB2-es szekciót, illetve üdvözölném körünkben az újabb belépőt, Sanyit. Igen, Uraim. Az MB2-es belépő.
Na majd jövőre, mint mikor a gyereket az óvodába már beviszik szoktatni, Sanyit is behoztuk szoktatni az MV-ket. Ne legyen neked se őszinte a mosolyod. Hát én csak ilyen óvóbácsiként vagyok itt. Azt se kizárt, mi leszünk jövőre hatan így az MB2-es szekció. Én kívülálló vagyok, bocsánat, én csak felügyelem a műsort. Én meg azt mondom, hogy mivel volt belépő, akkor legyen kilépő is, úgyhogy én Uruguayra szavazok. Úgyhogy mindenkinek... Tomi, ezért sürgetett minket. Nem ezért sürgettem, na mindegy, ezt most adjuk. Úgyhogy további jó műsorozást mindenkinek, hajrá MB2, hajrá magyar foci, hajrá magyar klubtulajdonosok, hajrá magyar sportigazgatók, hajrá mindenki. Hajrá egyedül. Argentína, nem? Hajrá Domi! Hajrá! Na ma este beír Uruguayjal is szerintem. Beír, beírunk. Szevasz, Domi! Sziasztok! Ő, Domi! Hello, hello! Na, és hát akkor ezzel egy portfóliót, illetve szereplőket is váltottunk. Térjünk is át itt egy kicsit régebbi, ám de annál több embert megmozgató eseményre, hiszen a magyar válogatott játszott kettő darab felkészülési mérkőzést. Az egyiket tette idegenben Luxemburgban, ezzel másikat pedig ugye emlékezetesen Dzsuzsák Balázs búcsúztató mérkőzésén a görögök ellen. De ne szaladjunk ennyire előre. Először is itt ebben a kis kerekasztalban beszéljük meg, hogy milyen tanulságokat vont le előttünk a luxemburgi mérkőzés, hiszen azért azt láthattuk, hogy a luxemburgi csapat, amellett, hogy milyen kis pöpec stadionja van, amellett szinte már a mumusunká érett. Akkor gyorsan kezdeném itt, és most igyekszem tényleg rövidre fogni. Egyfelől látszott, hogy Rossi valami mást akar, tehát itt a labdakihozataloknál, viszont az kegyetlenül meg is torolta magát, gondolok itt akár az első gólnál. Viszont abban igazat adok neki, hogy szerintem ezt félváról vettük. Tehát lenéztük egy picit Luxemburgot, és ez némiképp vissza is csatolt, vagy visszaütött a mi esetünkben, és én a végén már picit örültem, hogy ez 2-2 lett sajnos, főleg amikor a Dibusz a Kurcsi utolsó nagy helyzeténél védett. Én itt örültem a végén az egy, vagy a 2-2-nek. Érdekes hullámzása volt ennek a meccsnek, nem? Mert az elején Luxemburg nagyon ránk jött, az első 10 perc szerintem simán az övéké volt. Utána kis kiegyenlített játék, utána elkezdtünk mi menni. Második fél időben nyomtunk olyan 20 percet, hogy én azt számoltam, hogy 3 vagy 4 lesz a vége. Ugye az első gól után több helyzetünk is volt. A Németh Andrásról majd beszélünk, úgyis jól szállt be, szép gólt lőtt, és ott biztos volt. Tehát ott nagyon nagy összeget tettem volna rá, hogy Handyvel legalább több mint egy góllal nyerünk, és aztán a végén meg én nem tudom, hogy mi szartunk bele, vagy a Lug, és ezáltal a Luxemburg érezte meg, hogy még itt keresni valója is van, de hát a gyerek úgy fektetett el ott a védelmünkben, megint, ha emlékeztek, a legutóbbi Luxemburg elleni meccsen ugyanúgy megcsinálta a megalázó kis cserét megmozdulását a játékos, és utána tény is való, hogy a meccslabdánk nem nekünk volt 2-2-nél, hanem nekik. Úgyhogy én rohadt szomorú voltam amúgy, mert már csak így a szájam íze miatt, mert amúgy nyilván egy ilyen meccs mit ad hozzá, mit nem, jó lett volna két győzelemmel zárni, egy kis szépséghiba, de hál' Istennek így jobb a szánk íze, hogy utána még jött egy győztes meccs, és nem fordítva volt ez az egész. Igen, hát köszi szépen, Sanyi. Balázs? Magát a meccset én nem láttam, úgyhogy nem akarok így látatlanba okoskodni róla, nyilván a gólokat azt visszanéztem, meg az összefoglalót. Én inkább az ellenfelünkről beszélnék, mert itt most megint előjön ez, hogy mennyire ciki egy Luxemburggal döntetlent játszani. Ugye tegnap is ezt... Várjál Balázs, most betippellek a közhelygenerátorba. Na. Minden csapat megtanult manapság már végre. Nem, most nem ezt akarom elsütni, csak ugye tegnapi adásban is előjött ez, hogy mennyit változott már a magyar foci megítélése, és volt is egy eszmecsere ennek kapcsán a komment szekció, hogy mi lenne, hogyha most megint Norvégiával játszanánk, és hogy a manapság már valószínűleg a közvélemény tragédiának könyvelni el a kiesést, míg... Én már megmondom, én már tegnap se értettem ezt a felvetést, tehát aki egy picit is követi ezt a norvég válogatottat, oké, hogy újjá alakulnak, de ők is most abszolút megfiatalodtak, és most egy új generáció van kijövőben, úgyhogy én azt nem vettem volna természetesnek. Mármint mit? Hogy a továbbjutás, tehát hogy... Világos, én se, csak azt mondom, hogy
hogy amíg 7 éve bravúrnak volt elkönyvelve az a siker, manapság szerintem inkább természetesnek vennék sokan. Amellett, hogy ez a norvég csapat nem rossz. Kiki meccs, ezt mondom én is, hogy 50-50. Tehát, hogy nem vagyunk jobbak a norvégoknál, de rosszabbak sem. Egy abszolút kiki meccs lenne. Meg én tegnap azt éreztem egy picit a szerkesztőség része, hogy úgy vagyunk vele, mint azok a bizonyos norvég szakkommentátorok. Ja nem, akkor lehet félreérthető voltam, de én nem erre nem gondoltam. Nem te Balázs, hanem úgy unblock, tehát ja, hogy így belengte ez a győzelmi széria itt a... Arra akarok utalni, hogy Luxemburg az elmúlt 2 évben 3 csapattal is játszott a következő selejtezősbeli ellenfeleink közül, Szerbiával, Montenegróval és Bulgáriával is, sőt, Litvániával is, akkor mind a 4-jel. Akkor kérem szépen, ez egy jó kis... Lehet, hogy tudatos volt az ellenfél választ. Lehet, igen, egyébként, és ezek közül 3 ellen tétmeccsen játszott, szóval a VB selejtezőkön voltak egy csoportban a szerbekkel, ott volt egy Luxemburg-Szerbia 0-1, és egy Szerbia-Luxemburg 4-1, tehát Luxemburgban nagyon nehezen nyertek a szerbek. Most idén pedig ugye a Nemzetek Ligájában voltak egy csoportban a litvánokkal, oda-vissza nyertek, idegenben 2-0, otthon 1-0, és Montenegróval még a egyel ezelőtti Nemzetek Ligájában voltak egy csoportban, ott Luxemburg-Montenegró 0-1 volt, és Montenegró-Luxemburg 1-2, tehát ott is egy győzelem, egy vereség. A bolgárokkal pedig közvetlenül utánunk játszottak egy felkészülési meccset, ugye amikor mi a görögökkel ők, akkor a bolgárokkal egy 0-0-át otthon. Tehát felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt a Luxemburgot a jövendőbeli ellenfeleink közül is csak nagy nehezen tudták megverni, akik megverték. Egyedül a szerbeknek volt egy 4-1-es győzelme. Ezzel azt akarod mondani, megvan a tökéletes alibing. Nem, ezzel azt akarom mondani, hogy Luxemburg már nem egy nyeretlen 2 éves csapat, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Most már Litvánia. Egyébként igen, de hogy azt még annyit még Luxemburghoz, hogy idén 3-szor kaptak ki, és volt 3 győzelmük, 4 döntetlenjük. Ráadásul a vereséget tétmeccsen csak Törökországtól szenvedtek, és egyébként őket meg utána x-eltek velük idegenbe a Nemzetek Ligájába. Hogy nem szar csapat ez a Luxemburg, és abszolút jónak érzem az ellenfélválasztást. Fanyalogtunk itt, hogy hát de miért egy Luxemburg, meg miért a görögök. Nem rossz ez, fel lehetett mérni, hogy... Valljuk be, új taktika kidolgozására egy tökéletes ellenfél lett volna. Igen, azt nem tudom megítélni, mondom, hogy milyen felfogásban játszottunk, mert ugye nem láttam a meccset, viszont... Figyelj, akkor annyit mondok, hogy szerintem hasonlított a régi, eddig megszokott magyar válogatottra, inkább a görögök ellen volt kísérletezőbb a kapitány, az én meglátásom. Tényleg? Mert én úgy érzem, hogy inkább a görögök ellen ment ki a legjobb, amit csak fel tudott pakolni Rossi. Ez lesz most a jövő, én legalábbis azt gondolom, de... Tehát, hogy Luxemburg ellen sokkal több újoncot is avattunk, nem? Tehát, hogy ott beállt Barát Peti, Németh András... Az igaz, de maradt ez a centerjáték, és azért igen, Ádám igen. Martinnak számtalan labda fel lett ívelve, részben jól is készítette le, ő maga is ugyebár úgy nyilatkozott, hogy azt gondolja, hogy ellátta a szükséges feladatot, és hát igazából megint kíváncsi vagyok, hogy mikor fog majd jönni az Ádám-Szalai párhuzam, mert gyakorlatilag mezőnyjátékban ugyanazt csinálta, mint Szalai. Rohadt hasznos volt, visszakészített, védekezett, minden, és akkor megint Ádám Martin is lehet fel lesz az majd róva, hogy nem szerez gólt a szemét. Majd erre úgyis visszatérek a görög meccs kapcsán. Szóval annyit akartam még mondani, hogy igazából ízelítőt kaphattunk abból, hogy mi vár ránk az EB-selejtezőn. Szerintem kőkemény, szenvedős meccsek, főleg idegenbe. Tehát, hogy igaz, hogy én is azt mondtam, hogy hát Bulgáriát oda-vissza, meg nyilván Litvániától nem félek, tehát az valószínűleg meg lesz, de hogy a bolgárok és a Montenegró az kicsit neccesebb lesz, és főleg a két idegenbeli meccs az szerintem nagyon necces lesz, úgyhogy szenvedős meccsek várnak majd ránk, nekünk kell majd kezdeményezni. A szerbek elleni meccs lehet, ami majd nekünk ízleni fog adott esetben, ott egy erősebb csapat ellen jöhet az, ami most az NL csoportunkban is volt. Úgyhogy kíváncsi leszek rá tényleg, hogy mit talál majd ki Rossi, mert más kell játszani majd ott, mint amit az elmúlt években a sok nagyon erős válogatott ellen játszottunk, és ott működött, csak ez ezeken a csapatok ellen nem fog működni, sajnos. Amúgy én ennyire nem szartam be a luxemburgiaktól a meccset nézve, tehát hogy értem, amit mondasz, és voltak olyan... És rövid... szartam be, csak hogy
nem kell őket lenézni sem. Voltak olyan rövid periódusok, amiket tegyünk félre, de azon kívül nekem egy ilyen félamatőr csapat benyomását keltették, akinél a fele cukrász, a másik cipész, meg hasonló. Kevered Ferőerrel, nem? Nem. Nekem ez a csapat. Volt olyan 20-30 perc, hogy kettőt nem passzoltak egymáshoz. És ez viccen kívül, tehát számoltam direkt. Viszont volt olyan 20-30 percig, a kettőt rúghattak volna meg. Azért ne felejtsd el azt sem, hogy Luxemburgnak már volt nemzetközi csoportkörös csapata, tehát hogy nem amatőr futball van már Luxemburgban. Értem, tudom, hogy nem. Megnézed a luxemburgi keretet, van két 19 éves srác, aki hát ezt Viktor tudja a legjobban, mint német foci élvező, hogy a Borussia Mönchengladbachnak a keretében ott vannak, basszus. Őt a Mainzba is, a Kurcsi például a Mainzba nevelkedik. Tehát egyszerűen én nem értem ezt a hozzáállást, ami azért felbukkant a magyar médiában, meg a magyar közösségi oldalakon, hogy Ferő ellen a postás, a rendőr, a villanyszerelő, meg hasonló hasonlatok. Szerintem az egy tök jó erőfelmérő volt. A törökök is, hogyha nem hozták volna X-re azt a hazai meccset Luxemburg ellen, akkor ha jól emlékszem, akkor pont konkrétan nem ők jutottak volna fel a C csoportból, hanem Luxemburg. Tehát szerintem ez egy tök erős csapat volt, akivel játszott. Én azt mondom, hogy egy szomorú voltam, hogy nem tömtem ki őket, mert nekem a játék képe alapján az lett volna reális, és igen, mindig mondom, hogy volt 2x10 perc, amikor ők fociztak, és nekünk se volt sokkal több, valahogy ezt is egyensúlyt tudom hozni, mert mondjuk mi egy jó 30 percet fociztunk, 10-et a második fél időben, elsőbe, 20-at, 25-et a másodikba, mégse éreztem azt, hogy mi egy kaliber lennénk ennél a csapatnál. Azt láttam, hogy így vagy beleszarunk, vagy akkor nekünk ez ennyi elég volt, köszi, majd úgyis megrúgjuk a harmadikat, negyediket, és hopp, mégse jött össze, hopp, kaptunk egyet, jaj, ne, hogy kikapjunk, tehát hogy kicsit ilyen érzésem volt. Hát én sokaltam az egyéni hibát igazából a mérkőzésen, tehát így azért tényleg azért a büntetőnél Stiles óriási, ja. Azt azt hiszem, hogy nem kell részletezni. Én annyiban részletezném, hogy a francért játszik középső középpályást, mikor egyáltalán, tehát ön is közveszélyesebben ezen a poszton. Én értem azt, hogy akarom Nagy Ádámnak végre egy posztriválist, mert évek óta nem találjuk, de ne Callum Stiles legyen. Tehát se fizikai, se semmilyen szempontból. Ő egy nincsen... jó szányvérű lehetne, nem? Hát igen, de hát ott meg most Kerkez Milos, aki abszolút előnyt élvez, és azt gondolom, hogy joggal, szárnyvédőnek vagy balszélsőnek, de hát most jelenleg egy 5-3 vagy egy 3-5-2-es felállásban nincs. Igen, abszolút egyetértek veled, én sem értettem, hogy minek kell erőltetni ezt a két szűrős játékot, miközben egyetlen egy szűrő van jelen pillanatban a keretben, aki tényleg megüti a válogatott szintet. Nem, egyáltalán Callum Stiles mind a két mérkőzésen farkasordító hibákat vétett, mind a két mérkőzésen... Ha belegondoltok, eljutottunk arra szintre, hogy bőség van baloldali védőkből. Igen, egyébként most megnéztem gyorsan, hogy a klubjában hol játszik Stiles, és egyébként többnyire ott is középen. Tehát néha kiteszik balszélre, de van, hogy ott is a középpálya közepén játszik. A Barnsley-ba anno ezen a baloldali félterületen játszott, és onnan szerezte a gólyai meg gólpasszai nagy részét. Szerintem, ha védekeznie kell, akkor benne van a hiba. Tehát mögötte kell egy ember, aki biztosítson és felszedje azokat a lecsorgó labdákat, amiket ő elad vagy elosztogat. Tehát akkor igazából mögötte kellene, hogy játszon Nagy Ádám, nem pedig mellette, az én meglátásom szerint. És igen, az tény és való, hogy ami Stiles hibái mellett szemet szúrt, ami mellett próbáltam elnézni az elmúlt időszakban, Nagy Ádám alibi játéka. Tehát egyre inkább nekem kezd szemet szúrni. Nem alibi, talán erős az a kifejezés, de az a tutista játék, hogy hogyan meg miképp, biztonsági passz, nem biztos, hogy annyira oda teszem magam. Szerintem nem véletlenül nem ő lett a csapatkapitány. Én előzetesen azt gondoltam volna, hogy az intellektusa, a pályán akaró közdeni tudása miatt ő lesz a csapatkapitány, de hát úgy látszik a játékosok vagy a szakmai vezetés máshogy gondolja. Stiles-nál amúgy szerintem az tört meg egy kicsit ez a kép bennem, és kíváncsi vagyok, hogy bennetek is-e, hogy eddig ő nagyon stabil volt. Tehát, hogy pont ezek a hibák, amik most két meccs alatt kijöttek belőle, jó, nyilván nem volt azért annyira sok, de hogy ezek az ő játékában nem voltak benne, és úgy volt ebben, hogy nála van a labda, akkor ott nagyon jó helyen van. Ő rá vakon oda lehet adni neki, és rábízhatod magad, és most itt csinált, azt hiszem mind a két tizit ő csinált, ugye a görögök ellen itt is. Abszolút, mind a két. Két kapott gólunkba,
egyértelműen az ő számlájára írható fel. Nekem ez ilyen új helyzet volt, ti ezt nem láttátok így? Igen, nem ilyen élesen. Tulajdonképpen ott van ez az egész kutya elásva, hogy igazából eleve Stiles-t sem láttuk még ezen a poszton játszani, tehát nyilván azért ő eddig Nagy Zsoltnak volt a váltópálya azon a kevés mérkőzésen, amin Kerkez Milos előtt pályára léphetett. Nem tudom én most azt eldönteni, hogy ő neki van-e helye ebben a válogatottban, és hogyha igen, akkor hol. Talán amit meg lehetne esetleg próbálni vele, hogy azért a védelemnek a jobb oldalán ott Bollán kívül nem nagyon van alternatíva. Én, hogyha Botka Endre nevét meglátom a válogatott kezdőjében, akkor instant szívinfarktust kapok. Szerintem ne tedd csak ne szárnyvédőnek játszassuk, hanem harmadik számú középső hátvédnek. Arra szerintem tökéletes. Annak teljesen jó, én is úgy gondolom, és pont ezt akarom szerintem mondani. Csak annyi még ez, hogy nem véletlenül nem tűnnek fel Lang Ádám helyezkedési hibái, mert ez az a poszt, ami mellett van még két társad, egy szárnyvédő, meg egy másik középső hátvéd, aki kívül az te szarságaidat vagy hibáidat tudja kompenzálni. Három belső védő esetén kevesebb területet kell felügyelned, ezáltal mondjuk egy lassúságod is kevésbé jön ki, meg a helyezkedési hibák. Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem ezt akartad te is mondani, hogy Stiles esetleg jobb oldali szárnyvédő alternatíva lehet. Erre gondoltam én is, megnéztem, hogy ballábas, de egyébként miért ne lehetne ballábasként ott? Hát én is jobblábasként voltam bal szélső védő. Nem tudom, hogy milyen a jobb lába, de tehát én is lehet, hogy kipróbálnám, mert tényleg ott onnan mert már azért... Ott Bollának kellene valamit. Gyugyáké nincs. Ott már azért négós nagyon lesz szerintem elővéve mostanság. Végre egy magyar futball reform, egy magyar futball forradalom, amit Viktor mondott, tükörnyszárnyvédő. Igen. Egyébként én már 10 akárhány éve az voltam, tehát azért az annyira nem újdonság. Mikor vitt volna a Fradi, csak jött ez a felnyes érülés. Ja, ez a kurva is kitaláltam már ezt a posztot FIFA-ba kényszerből, de... Én volt, akit ott játszottam, nem jöttek ki a hibája annyira szerencsére a FIFA-ról, de a valósághoz visszatérve. Én akkor mindig elkezdek picit fordítva is gondolkodni, hogy oké, Stiles-t kirakjuk, mert nem tudjuk máshova tenni, már mint a baloldali szárnyvédő pozíció, de mi legyen Kerkez, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy a helyére, de közben meg Kerkez, meg ugyannyira ön és közveszélyes, és a védekezésben ugyanannyira hibákat hozna, hogyha beraknánk Stiles helyére, mint söprögető, hogy azzal nem lennénk beljebb. Ugye még ezzel gondolkodnék el, hogy esetleg Kerkezt átrakni a jobb oldalra, mint szárnyvédő. Ha már Stiles ennyire ballábas, de azt gondolom, hogy tényleg ez a középső középpályás, vagy védekező középpályás, ez annyira nem az ő posztja. Hogy ezt hát nem, én is, meg én eleve nem értem, hogy minek kell két szűrő, mikor így se tudjuk feltölteni ezt a posztot. De hát mindegy, szerintem itt zárjuk a negatív hangnemet, mert hogy van egy olyan játékos, aki nagyon-nagyon pozitív benyomást tett ránk rögtön az első mérkőzésén, és Sanyi szeretne róla pár szót szólni. Igen, hát Németh Andrásnak így a vagánsága, meg az őserő szó jött eszembe, de nem a szó, meg abba értem. Akkor szerintem felejtsd el gyorsan ezt a szót. Szerintem is. Valahogy, tehát hogy van benne, akkor inkább ösztönösség. Ja, ez a szó, ez jobb lesz, hogy ösztönösséget láttam benne, és... Ez szerintem egy utánpótlásban begyakorolt figura volt. Na, de ezt milyen szépen adta. Szerintem, aki 1-1 kezd, most gondolkozzunk ilyen nagy válogatott játékosokon, akik 1-1 kezdtek. Tokodi Tibor ugrik be elsőként. Neked kellene Újpest szurkolóként tudnod, hogy Tulio Maravilla, ha jól emlékszek, két brazil válogatott szereplés alatt 3 gólt szerzett. Ő többet is. És amúgy Tulio Huberto Ferreiro de Costa, annó régen vágtam a teljes nevét, na de mindegy, ne is vigyük el ezt az egészet. Szóval szerintem Németh András bizonyította azt, amire mindenki kíváncsi volt, és várta, hogy nehogy száll be az első meccsén. Én a játékát annyira nem is elemezném, ezt szívesen meghagyom nektek is, vagy bárki másnak. Nekem egy momentum volt, ami nagyon tetszett, mikor emlékezzetek vissza, hogy ünnepelte a gólját, ugye a tábor előtt, a magyar szurkolók előtt, és a... Neked is rögtön egy ilyen pornófilmes jelenet jutott eszedbe az aranyes? Nem, inkább csak a sör kapcsán, hogy ugye szerintem olyan 5-6-7 éves szokás ez magyar válogatott meccseken, hogy gólnál berepül a sör, és így van, amit Ádám mutat, hogy ezt ő nagyon jó pofán reagálta le, hogy ezért... Én nekem nem volt róla meggyőződésem, hogy ez sör volt.
Hát akkor mi az Isten lett volna? Víz. Fanta? Szerintem sör volt. Most miért inna vizet az ember? Egy ki az a hülye, aki vizet iszik a válogatott? Hát abban basznak a halak. Egyfelől Balázs, lebuktál, másfelől takarjatok ki Katarba, aztán megtudjátok, hogy hol lakik a jó Isten. Ja, szóval vicces volt, hogy kap az arcával egy sört, és így nyilván hát akkor öröm volt benne, hogy ebből ösztönösen kihozta. Hát én is örülnék, hogy a sör kapnék az arcomba. Ja, ja, ja. Na, úgyhogy nekem tetszett a srác, sajnáltam, hogy a második meccsre nem kapott a sérülés miatt akár egy kezdő szerepet, megnéztem volna abba is, de hát lesz még alkalma. Ti hogy láttátok az ő játéket? Nekem ez, hát, nekem annyi, bocsánat, csak ennyiben volt visszás az egész történet, aztán passzom Viktornak a szót, hogy Marco Rossi üzent, hogy így többet kellene játszania. Ez olyan, mintha már így előre predesztinálná azt, hogy ő nem fog hosszú távon kezdő lenni, csak hogyha a gengben is. Erre meg valljuk be, hogy erre szerintem rohadt kicsi az esély per pillanat. Na bocsánat, csak ez így mellékzünk. Nekem csak annyi volt a gondolatom, hogy ilyen, mint a Forma 1-ben a Palik Laci, amikor esőgumi, vagy ilyen száraz gumi ér, kiment valaki a száradó pályán, hogy férfi. Mert annyira rég láttam Németh Andrást, hogy így furcsa volt, hogy basz meg, ez felnőtt. Igen. Nekem így kb. Ez volt, ami igazán feltűnt. De egyébként nagy kedvencem, mert fokvárosi, és én is. Én is. Te is fokvárosi vagy? Hát Budafokváros, igen. Fokhagyma. És amúgy ezen én gondolkoztam, de akkor most ezzel eldöntettétek, én tök nem tudom, hogy ő egyébként neki akkor valamelyik szülője, vagy mind a kettő színesbőrű, valaki magyar, valaki színesbőrű. Én afrikai az apja, és magyar az anyja, ha jól tudom, vagy fordítva, nem tudom. Jó, oké. Én azon is gondolkoztam, hogy roma származású egyébként, mert ugye ezt se lehetett szerintem teljesen kizárni. De hát benne van a nevében, hogy nézd. A hamis kimentes rasszista külön kiadás. Direkt nem használtam semmi N meg C betűs szavakat, tök komolyan kérdeztem, hogy mi az ő etnikuma, de most már akkor így értem, az nekem nem volt megvalami. Várjátok, kijavítalálok, mert az apai ágon magyar, tehát nyilván a nevéből adódóan az apja magyar, az anyja dél-afrikai származású. Ha. Pedig már azt hittem, hogy német helyett a Csabalala az eredeti neve. És itt élt, itt nőtt fel Magyarországon, vagy ő külföldön X évig is utána jött, tehát azt nem lehet tudni? Vasasnál nevelkedett 2010-től kezdődően, tehát 8 éves kora óta, úgyhogy abszolút uh-huh. magyar. A gyerekkora óta itt él, az édesapja került ide, ha jól emlékszem. Nem, bocsánat, édesanyja került ide. Pedig micsoda Kaiser Chiefs játékos lehetett volna belőle. Szóval Sanyi nem vasazó, vasas. Jó, oké, értem, ez jó volt. Na szóval a Kerkez-német párosba bízhatunk, ők azért ezt eladták már UP-ba is egy párszor, ki is emelték egymást nyilatkozatba, úgyhogy bízakodó vagyok. A másik oldalra kitenném Csabot Kevint, mondjuk egy-két év múlva. Jó, szerintem most tekerjétek. Engedjük el Csabot Kevint. Igen, tehát akkor szeretnénk akkor a nézőket itt a magyar-görög mérkőzésre átkalagozolni. De előtt akkor engedjétek meg egy ilyen, tudom ez, mert tényleg a szőrszálasogatás csúcsa, fáj ez nekünk, hogy egy Kerkez meg egy német. Hogy azért valljuk be, most ez jó, nem egy szitja magyar, de akkor is. Tehát... De most mi kéne, hogy fáj? Hát az, hogy nem egy hát, Kovács, meg egy Horváth. Kerkez Milosnál nekem egy picit fáj, hogy azért még magyarul nem igazán hallom nyilatkozni, szerintem egy szót nem tud. Tanul, már legutóbb volt valami ígérete, hogy most már magyarul fog nyilatkozatot adni. Igen, azt nem tudom, hogy ebből villett végül, igen. Beszél, én nekem csak az, hogy ez nem fáj, gondolom senkinek. És engem nem érdekel abszolút. Nekem igazából az a véleményem, hogyha magyar származású, akkor nyugodtan minden helye itt van a magyar válogatott. Örülök, hogy nem csak hátrafelé lovagló, vagy hátrafelé nyilazó tömött bajszú magyar legények játszanak. Engem igazából kettő ember zavart a magyar válogatott mezében az elmúlt 20 évben. Az egyik az Loic Négo, a másik pedig Leandro de Almeida. Vinicius? Igen. Vinicius, ő nem? De. Ja, Vinicius, tényleg. Nagyon. A három, igaz, jogos. Vinicius-ben engem csak Mezei Dániel zavart, aki úgy kommentálta egy ideig a Vidi meccseket, hogy úgy mondta, hogy Vinicius. Hmm. És nem tette az, hogy Pál? Vinicius Pál. Erre már nem emlékszem csak erre, hogy Vinicius, én még így... Engem azért nem zavar ez a két, ahogy a Kerkez és Németh, mert ők az utánpótlásban is itt voltak már, tehát szerintem sokkal inkább érezzük a sajátjainknak, ugyan, hiszen láttuk őket már U19-től, sőt azt mondom, 17-ben is már, úgyhogy az, hogy tényleg nem a
ezres évek elején léptek be a Kárpát-medencébe, hanem nem zavar. Hát figyelj, megnyugtatlak, Sanyi, ha ezt a logikát követjük, akkor Leandro, illetve Négónak se kellene, hogy zavarjon minket, hiszen gyakorlatilag a felnőtt karrierük nagy részét itt töltötték ebben az országban. Hát igen. Én azt gondolom, hogy Négó az egész válogatott karrierjét az Izland ellen szerzett gólra építi, és egyébként szerintem több szempontból is az egyik leghaszontalanabb játékos. Igaz, bocsánat, a franciák elleni meccsen még jó volt. Most tehát nem fut jó időszakot, az biztos. De egyébként tök érdekes, hogy Négó sem azon a poszton játszott Rossinál, tehát szárnyvédőbe, ami az elsődleges... Négó nem szárnyvédő. Négó nem szárnyvédő. Biztos vagy te ebben? Újpesten azt játszott. Nézd meg, amikor a Vidiben ott játszott, vagy jobbeket játszott, Újpesten igen, amikor berobban. Csak ő szerintem én rájött, hogy gyerekek, én tudok támadni, én tudok cselezni, én tudok futni, meg beadni. Toljatok egy sorra fentebb, és megoldom. Hát de a pont azért egy háromvédős szisztémában, kint a szárnyvédőként, aki magasan fölfut egy támadásnál, én szerintem ő adná. De Balázs, a szárnyvédőnek védekezni is kell. És azt nem tud? Tud. Nem nézek Vidi meccseket olyan túl sűrűn, úgyhogy annyira nem tudom. Akkor válogatottba tud. De válogatottba nem is játszott ezen a poszton. De. Játszott? Játszott. Nekem az van meg róla, hogy mindig vagy középre cserélte, mert Rossi... Pont ez az, amikor sokan Bollát követeltek a kezdőben, Négó volt, szárnyvédő, és mögötte rengeteg terület volt. Tény, hogy a támadásokhoz tudott hozzátenni, de pont ez az, hogy ott akkor egy négyvédős rendszerben lehetne szerintem egyébként őt játszatni, nem védőként, bocsánat, hanem jobb szélsőként. Értenek, mert most nekem a olasz meccsül is az van meg, hogy a második félébe középpályára jött be gazdag helyett, tehát hogy... Kvázi a csatár de mögé. De játszott szárnyvédőt egyébként, mindjárt meg is nézem, addig vesézzétek. Nekem nem rém lett, csak azért mondom, hogy mindig pont azon is értem, hogy miért mindig középre jön be, miért nem egyszer szárnyvédőnek, de hát akkor ezek szerint nem olyan jól védekezik. Hagy dobjak már be ide egy érdekes témát, ami kapcsolódik ehhez, a honosított játékosokhoz, és én pár hónapja olvastam, azóta szerintem el sem mondtam nektek, biztos lehet, ti is találkoztatok vele. A román válogatott. Román válogatottat fogom behozni érdekes módon, nyilván egyikünk se szívleli őket, de hogy volt valamikor szó róla, nem tudom ki a konkrét játékos, hogy honosítaná a román válogatott, és ott akkora felzúdulás lett belőle nemzetközi szinten, mert hogy a románoknál nincs, és soha nem is volt honosított játékos, és az úgy megszúrta a szememet, hogy várj már, ott soha nem volt, hogy, és ott voltak bevágva kommentek, hogy mik vagyunk mi, hogy a nemzet égköve, a válogatott, oda csak ízig-vérig, színig román ember kerülhet be, stb. Úgyhogy így kb. Na hát ehhez képest jó sok magyar játszott ott. Na jó, de hogy most azt ők valószínűleg románnak veszik, de az a lényeg, hogy olyan, mint mondjuk nálunk egy Orbán, egy Négó. Hát figyelj, pont most van rá egy égkös. Ezt ki kell, hogy javítsalak, tehát azért Félvér az már ott is volt rendesen. Egy elég volt az, hogy egy ilyen félig török, félig román srácot 15 vagy 6 évesen beraktak a pont őt akartam mondani, hogy el ne vigye a kanadai válogatott, azt hiszem, tehát körülbelül ez a koncept. Kanadai sem, meg a török se, tehát ez igen. Volt a motiváció mögötte, meg hát ugye ott volt azért, ott volt Rusadrián esete is, meg azért mehetnénk tovább, meg tovább. Tehát ilyen félig olyan már volt a románoknál is, az lehet, hogy teljes honosítás nem volt sose, de azért az nálunk is ritkaság, ez a három eset ugrik be nekem összesen, amit az előbb mondtam. Na mindegy, én nem néztem, én ennyire nem követtem a román focit, tehát hogy ezt jobban vágjátok, csak így megszúrta a szemem, hogy nem hozzánk egy darab olyan se jöhet, aki nem a miénk, és stb. Ahhoz képest mi másképp, más koncepcióval állunk hozzá, nem biztos, hogy hát lehet, hogy mi igen, de egyébként de a többség nem biztos, hogy egyet értem velünk, mert tehát én is olvasok ilyen kommenteket, hogy minek ennyi nem magyar a válogatottba, engem annyira nem zavar, tehát én az eredményességet nézem, hogyha tud segíteni nekünk valaki, aki ezt magáinak érzi, akkor why not? Tehát, hogy engem nem... Én azért fontosnak tartom, válogatott esetében én fontosnak tartom azt is, hogy azért tényleg legyen meg a magyarság benne, de mondom én... Nem teheted meg manapság, tehát annyira multikulti lett az egész világ, tehát megnézed a mostani katari VB-n szereplő válogatottak nagy részét, ha nem a, mindig a franciát hozzuk fel, mert ez a leggyakoribb, ha nézzük meg a kameruniaknál, meg rengeteg akár francia földön született is van. Vagy például az egyik kedvencem a lengyel válogatottnál a Matty Cash. Hát bakker, van ettől angolosabb név, és... Hát jó, nyilván, tehát, hogy mondjam, tehát
ettől még nem feltétlenül kell egyetérteni vele, a másik meg, hogy megint... Nem, ettől is ezért is zavar némiképp a válogatottak átmentek ilyen klubszintre. Közben amúgy Bence írta a cseten... Másik, hogy azért megnézem, itt a két olyan szomszédos országunk van, aki kint van a VB-n, Horvátország és Szerbia. Hány honosítottat látsz náluk? Hát csak ők nincsenek rászorulva, mert van olyan utánpótlásuk. Igen, azért az utánpótlás rendben van, meg azért valljuk, hogy mind a horvátoknál, mind a szerbeknél a mi labdarúgásunkkal ellentétben egy kitörési lehetőség a foci. Tehát amíg nálunk idézőjelben, most megint csak nem akarok tényleg így demagóg lenni, de a fiataljainknak azért picit jobb a helyzetük, mint egy horvát vagy egy szerb fiatalnak, én azt gondolom. De még Romániát is mondhatnám, Ukrajnáról nem is beszélve, hiszen azért látjuk, hogy lehet, hogy egy ukrán első osztályban nem kellő, vagy nem biztos, hogy éppenséggel top játékos, most név szerint megnevezem egy Melnyik, vagy egy Viktor Hely, Kisvárdánál egy dobogós csapat, de szerintem az ukrán első osztályban lehet, hogy egy középszintű játékos lenne. Vagy egy középszintű csapatban lenne játékos. Szóval elkezdtem mondani, közben bocsánat, hogy Bence írta a cseten, hogy a románoknál van egy portugál honosított a válogatottban, Mário Camora, a Kolozsvárnak a 36 éves játékosa. Őt már 32 vagy hány évesen honosították, tehát az ilyen abszolút ilyen... Jó, csak hogy azért 9-szer pályára lépett a román válogatottba, szóval azért nem az, hogy 1-2 meccs. De őt is hiányposztra, azt hiszem, hogy baloldali hátvéd a... Bal hátvéd, igen. Bal hátvéd, és hát ő is hiányposztra jött. Tehát ugyanaz, mint nekünk volt a Négó. Csak fura ez, hogy 34 évesen honosították, basszus, hogy akkor már minek? Oroszoknál is volt egy ilyen 28-29 éves portugál srác, akit balszélsőnek honosítottak. Nem is tudom, hogy hívták, Fernandes? De a Mário Fernandesre gondolsz? Mário Fernandes. De ő brazil. Brazil volt. Brazil vagy portugál, egyre megy. Lehet, hogy nem is honosították őket, hanem valami román menyecskét kinéztek maguknak, aztán így alapból szállt rájuk egy állampolgárság, aztán hopp, akkor már tegyük is be. Na, jó, akkor Luxemburg... Kiveséztük ezt a témát itt a luxemburgi mérkőzéssel, akkor viszont térjünk át arra, ami tényleg megmozgatott olyan szintű embertömeget, hogy ezt azért eléggé régen láthattunk a... Dzsuzsák Balázs. Igen, hát Dzsuzsák Balázs búcsú meccséről van ugye szó. Magyarország, Görögország 2-1. De hát itt most meséljenek azok, akik ott voltak, hogy mit láttatok. Balázs, Sanyi. Nagyon miért? Lelkesen. Hát a blogban meg lehet nézni. Igen, amúgy tényleg én nem akarom ellopni a show-t, csak most Sanyinak egy gondolat, hogy nagyon lelkesen Dzsuzsák Balázsozol, de még a meccsen nem éltetted ennyire, ott még nem értettél egyet azzal, hogy ő ott van a pályán. Hát van szőve, minden mondatom az irónia legmocskább. Persze. Részeg ember meg nem. Azóta is kapom a kommenteket, meg a megjegyzéseket, hogy hát ez az újpesti gyerek miért baszogatja Dzsuzsák. Miért nem ért egyet a beválogatásával? Nagyon szépen elmondtam ott is, ott kevésbé szépen mondtam el, el tudom szemben is mondani ennél. Kellett dolgoznom az anyagon, hogy vállalható legyél. Na hát gyerekek, megünnepeltük, hogy ő neki eljött az utolsó meccsen. Viszont... Sanyi, szerintem nem kell Dzsuzsák Balázs ahhoz, hogy te ilyen jellegű ünnepségeket tartsál. De milyen érdekes, hogy emlékeztek, hogy a Szalai búcsú meccse is egy pár hete volt, és hogy azelőtt, mikor ugyanezzel a társasággal melegítettünk a meccsre, ugye nem kint az Olimpiai Parkban, hanem ugyanúgy otthon fröccsökkel és hasonlókkal, akkor azért Szalainak beraktuk a góljait, emlékeztünk, sztoriztunk róla, most Dzsuzsákkal kapcsolatban semmilyen nem volt nekem, ez az egész idegen, és ennyivel van bajom csak, hogy amennyire megosztó ez a búcsú meccs, kicsit az ő személyiségét is végig kísérte ez meg a fociban lévő döntéseit, és Szalai is megosztó volt, mégis teljesen máshogy vonult ő vissza, minden mellett én kedvelem Dzsuzsákot, szerintem jól is játszott Dzsuzsák, így utólag azt mondom, hogy nem is volt annyira gáz az a búcsú meccs, én azt hittem, hogy így nagyobb búzás, sőt, hát kb. Senkit nem hallottunk, hogy mi miért kicsit, kellett volna. Mi egy kicsit hát így azért adott volt. Nem értem. Én vagyok Dzsuzsák Balázs egyik legnagyobb kritikusa a klubkarrierje során hozott döntései miatt, de azt gondolom, hogy ezt a meccset megérdemelte. Tök simán. Ha tényleg egy Király Gábornak összehoztunk egy bohózatot a svédek ellen, akkor Dzsuzsák Balázs minimum jár ennyi, ha nem több. Sőt, még azt gondolom, hogy itt most lehet, hogy tényleg lesz egy kisebb vita, de szerintem egy Dzsuzsák Balázs többet tett a magyar válogatottért, mint egy Király Gábor. Egyértelmű. Nem, de. Nem igaz. De. Ebben nem vitatkozni. Szerintem egy szint. Fogtam, hogy lesz vita. Nem, szerintem nem kell őket egymásra ríteni. Mi alapján? Szerintem egy szint.
ugyanannyi meccs, ugyanannyi potya, ja. Igen. Ugyanannyi lepke, ja. Más a poszt, nyilván meccset eldöntő hibáira emlékszel a királynak, de meccset hozó megmozdulásaira, lásd a norvégok elleni ebépócsa lehetező első meccs, szerintem bárki véd. Hát védek elleni baki parázs. Nyilván itt is, ott is, de hogy én szerintem őket nem kell versenybe állítani. Nekem király nagyobb hősöm valamiért, talán mert hosszabb időszakot ível át, ő ugye sokáig kihagyott, vagyis sok kapitány nem számított rá. De ott, ott egyébként a... miért? Tehát az, ott miért nem volt ő egy ideig válogatott? Hát mert ugye ott volt a Fülöp Marci, a Bogdán Ádám. Tehát egyfelől, amit Sanyi mondott, hogy akkor Váridi Péter kijelentett, hogy fiatalítani akar, és akkor félretette. És akkor jött Fülöp Márton, Isten nyugosztalja. Meg Babos Gábor? Babos Gábor előtte, és ott meg inkább az volt, hogy a Babos Gábort ki kellett venni, mert nem is bocsánat, Sáfárt kellett kivenni, mert ott a szerb vagy jugoszlávi elleni pócselek, ez egy nagyon csúnya folt volt, ott utána úgy volt, hogy akkor na, akkor gyerekek, tabula rasa és kezdünk mindent előről. De igen, akkoriban azért még azonos képességű válogatott kapusok voltak, nem mintha most nem. Szerencsére, de akkoriban azért meg Babosnak is sok-sok potyája volt, azért valljuk be. Igen, tehát én nála azért meglepőnek érzem, hogy hogy tudott egy évet lehúzni a Nijmegennél. Mai napig, ha jól emlékszek, ha nem is a Nijmegennél, vagy a Bredánál, vagy a Rodánál, ő kapusedző. Persze hát, aki nem tudja, azt tanítja, szokták mondani. Egyébként én annyit szeretnék így ráfűzni Sanyi gondolatára, hogy de nekem tök más miatt, tehát én pont leszarom, hogy szervezte, milyen politika nem érdekel, hogy nekem egy kicsit más volt a Szalai és búcsú meccshez képest, akár ez a végén a táboros ünneplés, meg stb., hogy ott tényleg azt éreztem, hogy na most lezárult egy korszak, de most nem, Zsuzsáknál nem, mert két éve nem válogatott már, tehát most nem most változik bármit a magyar válogatott, hanem nem, ja, bazd meg, tényleg kaptál egy búcsú meccset, tehát igazából nem, szerintem nem jó ütembe kapta, tehát ha volt ilyen ötlet, akkor ezt meg kellett volna már korábban kapnia. Csak nem volt rá lehetőség, mert nem nagyon voltak felkészülési meccsek, az a baj. Jó, oké, csak hogy azért mondom, hogy így egyébként nem volt meg szerintem az az ünnepélyes része, mint mondjuk a Szalainál. Én így a helyszínről nem éreztem ezt. Tehát... Meg volt, csak nem volt annyira ösztönös szerintem. Játékát tekintve meg szerintem egyébként, ha csak ezt az 52 percet nézzük, szerintem egy Nemzetek Ligája meccsre be lehetett volna hívni. Én ezt mondtam a vlogba is, hogy ha nem igen, is alapemberként, simán csak... az elmúlt két évben is ott lett volna egy 30 percekre bármikor be lehetett volna tenni. Igen, ha mondjuk esetleg pont az, hogy ha tényleg most Balázs, te döntsd, hogy melyik az ő igazi posztja, én még annó bal szélsőként emlékszem rá, de most ugyebár jobb szélen játszott. Hát most lényegében ott volt azon a kettő közül az egyik, aki a csatár mögött játszott. Ami Szoboszlai, meg Gazdag szokott lenni mostában, meg Sallai volt. Meg Kalmár volt még valami. Hát az még egy másik játékrendszer volt, mert most ugye ez a 3-4-2-1 az alapjátékunk is, ebben ugye van a Szoboszlai az egyik a csatár mögött. Az alapjáték azért dupla tízessel eddig nem nagyon játszottunk, ez valljuk be, ez egy mostani húzás. Nem. Nekem nem rémlik. Hát már egy ideje, mióta Sallai, Szoboszlai fixen a két ember a csatár mögött, ez a helyzet. Nekem Sallai, ő nem tízes volt, hanem ő nekem klasszikus árnyékék volt. Tehát az igazán... volt még, igen, amikor nem voltak meg az embereink, mert Szoboszlai sérült volt. Sallai sose tudna irányítót játszani szerintem. Hát de nem irányító, hanem kvázi ilyen bemozgó játékos, ilyen hamis kilences-szerű, de... Tehát, de azt nem csinálja a tízes, az én meglátásom. Én értelek, de akkor is ez volt az ő, tehát az egyik poszt az ő volt, most az elmúlt évről beszélek, az idei évről. Tehát, hogy nyilván tavaly az EB-n nem volt Szoboszlai, nem volt Kalmár, ott az inkább volt egy 3-5-2, ahogy mondod. Igen. De idén már inkább volt ez a 3-4-2-1. Én úgy látom. De szerintem ahhoz képest mélyebben játszott Szoboszlai, tehát ebben. Tehát jóval mélyebben szedte fel a labdákat, és nem is. Az lehet, de attól függetlenül, tehát most azt mondom, hogy Zsuzsák ebben a rendszerben volt a kettőből az egyik. Tehát, hogy nem mélységben, meg nem kint a legszélen, ahol a kvázi szárnyvédő, hanem a csatár mögött az egyik ilyen üresbe szabadon mozgó játékos volt. Két dolgot kell közbeszúrnom. Nem tudom nem észrevenni, srácok, a mély szakmai vitátoknál, hogy ti ketten vagytok azok, akik már olvassátok egy pár hete az Így kell nézni foci meccset című szakmai könyvet. Nagyon nagy mélységekbe mentetek most bele. Hát nem, ezt nem akarok nagy képű lenni, de szerintem ezt már előtte is láttuk és tudtuk. Lehetséges. Abszolút nem. Annak ellenére, hogy lehet, hogy Balázsnál is, meg nálam is be van készítve ez a könyv.
elolvasásra, vagy már talán olvassuk is, de szerintem ezt enélkül is lehet látni, aki akar. Persze. Na, a másik pedig, hogy most berakunk egy szavazást nektek, ami pont erre megy rá, és itt nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok, ti kedves nézők, akik láttátok ugye a válogatott meccsét Görögország ellen. Erről mi is beszéltünk a vlogba, Balázs beszélt, én próbálkoztam, hogy Zsuzsák ezen a meccsen szerintünk nem lógott ki, tehát a jobbak közé tartozott, úgyhogy én erre is fogok szavazni, hogyha kimegy a szavazás. Erre lennénk kíváncsiak, hogy hogyan láttátok, kilógott a teljesítménye, felfelé, lefelé esetleg, vagy átlagosat nyújtott, ennyi. Én nem tudom megítélni. Tehát én, ahogy láttam az első fél időben, rengeteg biztonsági megoldást választott, amit némiképp elfogadok, hiszen amit említettetek, ez a nagyon sok kihagyás, picit idegen poszt, rengeteget játszott a saját térfelünkön, tehát a védekezésbe segített, rengeteg biztonsági megoldása volt, viszont ha belegondolok, volt egy szép átlövése, az egy elég kellemetlen lövés volt, de a kapus védte, illetve egy beadása, amiből Sallai, ha jól emlékszek, vagy a kapufára rúgta, talán... Kapus védte, igen, kapus pontot védte, előttem volt. Úgyhogy én szerintem picit többet tehetett volna a támadásba, de nem okozott csalódást egyébként. Abszolút. Én is úgy láttam, hogy nem lógott ki egyáltalán. Nyilvánvaló, hogy ebben a játékrendszerben szerintem ő már nem lenne 90 perces játékos, tehát... Biztos vagyok benne, hogy azért elfáradt. Én szerintem igen, nem tud ő már ennyit futni, mert nagyon sokat futott ezen a meccsen, én úgy láttam. Viszont én nem láttam rajta a fáradtságot, sőt egy kis... Hát mert még pont jó időben jött le, tehát még kvázi egy fél időt volt a pályán, de tehát az utolsó 15-20 percre ő már nem bírta volna. Tehát ezt látjuk a Loki meccseken is, hogy már akkor is gondban van néha, főleg amikor tényleg ilyen brusztolósabb meccs van, vagy mondjuk kiteszik nálunk is a szélre, ott már azért nem olyan. Tehát azért mondtam azt, hogy ha válogatott lenne, vagy lett volna az elmúlt időszakban, akkor is ilyen 30 perces játékos, vagy mondjuk 60 perces játékos lett volna. De például én tavaly inkább vittem volna ki őt az EB-re, mint a Vises Vidálunkat. A 10-es mezben játszó cserit. És meglepett titeket, hogy 60, hanyadikban? 62-ben? 52. 50, bocsánat. Na, szóval, hogy meglepett titeket? Én azt hittem, hogy tovább Én is reménykedtem benne, hogy majd ilyen 80. perc környékén, de ez igazából... Mondták előre. Igen? Akkor előre... Igen, mondta előre rossz. Ja, tényleg, 45. Ja, én nekem ez így nem jött. Ez egy fosság, de ezt úgy kell utána számolni, ahelyett, hogy lehozta volna a 77-ben, amit mindenki értett volna, az meg, ne. Szerintem ez egy baromság volt, meg szerintem ez túl korai volt. Meg lehetett annyiból érteni a döntést, hogy nyilván szeretett volna Rossi még azért kísérletezni. Tehát hogy most Zsuzsák esetében már, tehát ez már egy lezárás volt, tehát itt már ez csak egy utalomjáték, ezt megkapta ezen a meccsen, de így viszont még maradt neki egy fél ideje, hogy valaki mást is kipróbáljon. Ebből a szempontból én ezt meg tudom érteni, úgyhogy ez így oké is. De így, hogy mondjátok ezt a 45 plusz... Miért csak az utolsó három labda érintés? Na, azt mondjuk én se értettem, meg azt a kapus cserét se ott a végén. Figyelj, ha tapsoltak... El kell nyomni az árát, Szappanos Péternek. Most már nem csak válogatott keret, a kapust igazolt a Vidi, hanem válogatott. Így már tuti elviszi a Vidi. Szóval egyébként, ha már tapsoltatni akarta, akkor 44. perc is ideális lett volna, szerintem. Miért Bajner Bálintot akarsz? A legnagyobbnak. Azt csak a nem lehet, hogy az öltözőben még a szünetben ő még egy ilyen pályán lévő játékosként még egy utolsó búcsú beszédet tarthatott, és akkor emiatt a szünet után kapták le. Nem. Ez nem egy olyan volumenű meccs szerintem, ahol itt annyira kell motiválni, meg itt nekem azért is visszás, nekem nagyon-nagyon fáj az, amit a mérkőzés végén láttam tőle, amit csinált, ahova vitte a mezét, ahogy azt átadta, az nekem nagyon kellemetlen volt. Hát ez ehhez a képhez tartozik, ami miatt sokunkban már a meccs előtt is volt kellemetlen érzés. De én ezt nem a Zsuzsák Balázs hibájának róvom fel. De az nekem nagyon kellemetlen volt. Nem tudom, hány perces az a videó, de nekem az nagyon... Egyszer néztem végig, de... Eszméletlen. Ilyen sugar daddy-s érzésed volt közben, nem? Nem, ez cringe, ez a vérbeli cringe volt. Bárki, aki néző közül gondolkozik, hogy miről beszélünk, mi TikTokon láttuk ezt a videót, nézzetek utána, hogy a meccs végén Zsuzsák Balázs a VIP-ben kinek és hogyan ad
adja az utolsó mezőt. Hát volt ebből sajtóvisszhang, mert egy olyan sál volt az illetőn, ami utána felkorbácsolta az indulatokat a szomszédos. De ott akkor még abban nem volt. Engem jobban felkorbácsolt az a mezátadás, meg a hozzálökött vaker, mint az a rohadt sál. De tudom, most én futball részét nézem, persze megértem a politikai, meg ideológiai részét is. Hát tudjuk, hogy sokszor mi magunk tudjuk Sanyival, meg Bence, hogy ami a VIP-ben történik, az sokszor ott is marad, de hát nem mindig maradott. Igen. Na mindegy, nézze meg, akit érdekel ez a téma, hogy mire gondolunk, utána tudtok könnyen keresni, és akkor fogjátok érteni az Ádám érzelmeit is, meg hogy miért mondjuk azt, hogy ez nem annyira tetszett itt többünknek. Ez van. Szerintem ez is végig kísérte az ő pályafutását már az utóbbi x évben, sajnos vagy nem sajnos. Viszont most légszar volt ez a görög válogatott. Ez már nem a 2004-es görög csapat, ez tény. Nem, de az is egy antifutballtól, de ezek ráadásul még ilyen beszari antifutball ráadásul. Mondjuk azt azért megjegyezném, az első gólunk, Callum Stiles-ra az előző mérkőzés után lehúztuk a keresztvizet, hát gyönyörű volt. Hát az a fajta kombinatív játék, amit várunk, és hát Marco Rossi-a már találkoztunk vele az újpesti VIP-ben, megmondtuk neki, mi az a hamis 9-es, most már alkalmazta is. Nagyon sokat emlegeti azóta is, igen. Csongvait is behívta. Köszönjük az ingyen neki reklámot. Köszönjük ezúttal is a mesternek, meg hát elmagyaráztunk neki, mi az a hamis 9-es, de a régi nézőink már tudják, hogy mi az Balázsról még az előző formátumban már megpendítettük, hogy hát ha nem tudjuk Szalait pótolni, akkor bizony játékrendszer kellene váltani, és hát úgy látszik, hogy vevő erre a mester. Én örülök neki, én ennek nagyon határozottan örülök, mert ne úgy mondod, hogy szokták, hogy ne egy lábon álljunk, legyen egy centeres játékkoncepció Ádám Martinnal, de ha nem, akkor legyen egy sallais játékkoncepció, és erre szerintem megvannak a játékosaink, akár idővel több is lehet, nem akarok tényleg neveket mondani, mert abból csak a vita lenne, úgyhogy én ennek örülök. Azért látszik, hogy még a gép az erősen nyikorog, meg ráfér a csiszolódás, viszont amit említettetek, hogy nem nagyon lesz barátságos meccs, ahol ezt gyakorolhatnánk. Úgyhogy ez élesben fog, és az lehet fájni fog. És ha már a gól, akkor Sallai visszatérése is szerintem biztatóra sikerült. Mind a gólja, mind a mozgása. Azt is olvastam, hogy az apja nyilatkozta, hogy már a maszkot is elengedheti, tehát már Németországban anélkül edz, anélkül fog játszani. Gondolom, a Freiburgot elengedheti? Uh-huh. És én még a kamerájáról... Jó helyen van ő Freiburgban. Szerintem is maradjon ott. Hát... Abszolút, csak egy pár hete kijött ez a pletyka, hogy több játék lehetőség reményében ő szeretne, meg kezdeményezte a klubváltást. Ezt azért nem is értettem meg a német sajtóorgánom is sok hozzászóló, meg kommentelő, meg Freiburg Drucker lenyilatkozta, hogy ez csak egy hype, és nem megy ő sehova, csak... és ezért is egy kiragadott mondat, hiszen sérült volt eddig, azért nem játszott. Viszont ha megnézzük, most a dél-koreai színekben játszó, például ez a Doan, talán, az úriember egyik neve a valamilyen Doan, a dél-koreai szélső, ő például posztriválisa, vagy említhetnénk a Sádét is, azért nincs neki fixei a Freiburgban, és a Freiburg azért felfele tör, stabil, nem stabil, de bocsánat, az utóbbi években nemzetközi kupákban is képviselteti magát, nem is rosszul. Hát én azért bízom benne, hogy nem a klasszikus magyar utat választjuk, picit sértett vagyok, picit több játék remény lehetőségében eligazolok, hanem tényleg megküzd a posztjáért, és bebizonyítja, hogy neki ott a helye. Én legalább. Illetve a másik, hogy ugye, amit főleg bedobtak itt a médiában, mint lehetséges célállomást, nem is tudom, melyik török nagy csapattán a Galatasaray volt. Fenerbahçe, ne menj oda, Roli! De tényleg, tehát így most feldobnám itt a kérdést, hogy ha belegondoltok, volt már olyan magyar játékos, akinek bejött a török kaland? Tehát most Szalai Attila... Csucsák Balázs! Szalai Attila oké, felfejlődött, de ott is sorra adják el a játékosokat. De igen, Tamás, egy valakit tudok, Varga Kevin, mert Vladan Filipovic mindig eladja valahova. Tök mindegy, hogy szar vagy egészséges, Varga Kevin mindig eladják egy török első osztályi csapathoz, úgyhogy kurvára nem játszik. Neki bejött. Ebben igazad van. Abát Péter, nagy Göztepe, legenda azóta is. Várják, ki volt még? Lendvai Miki volt, talán még... Börzoli is volt, Molnár... Elek Ákos. Nem, bocs, törökben nem volt Lendvai, Molnár Balázs volt.
Elek Ákosnak ugye emlékezetes volt a kiruccanás. Lázár Pál is játszott ott szerintem. Megfigyeljetek, hát most is van ott két klasszis, nem? A másodosztályban. És Ugrai Roland. Aki nem játszik és szar se abba a csapatba sem. Hát attól még nem mondtuk, hogy nem jött be. A kettőt azért ne zárjuk. Végül is jó keres biztosan, tehát az bejött. Ugrai Roland vajon mennyire szeretheti a török kaszinókat? Megfigyelj, lehet, hogy most ebbe az időben a témáról. Viszont visszakanyarodva itt a magyar mérkőzésre, hát ugye annak ellenére, hogy Stiles itt is összehozott egy buta 11-est, és itt is már elkönyveltük, hogy nem lesz győzelem, de az utolsó pillanatban lehető legszebb módon zárult Struszpoénnal a mérkőzés. De remélem, hogy te főzöl hozzá a kérdést. Parancsolj? Hogy szempontból, hogy kapusgól volt, vagy nem? Én is ezt dobtam volna be. Hát gyerekek, én arról a gólról én lemaradtam, tehát hogy próbáltam. Utolsó... És mi lett volna Balázs, ha még iszol is? De várjál, utolsó perc, nem utolsó lehetőség, kamera bekapcsol, még a telefon is, hogy biztosan meglegyen, és így állítgatom, zoomolgatok, hogy biztosan jól lássam, és akkor látom, neki fut, és csak hallom, hogy robban a stadion. Tehát, hogy nem láttam, hogy hogy ment be. Aki viszont egyébként néz mostanában a Dac meccset, vagy annak összefoglalóját, az megfigyelt, hogy Kalmár Roland rászokott erre. Kalmár Roland. Kalmár Roland? Bocsánat, Kalmár. Roland Kalmár. Roland Karma, már keverem sallaival, de lényeg, hogy Kázsé. Az utóbbi időben rászokott ez a telirüsztös, kicsit ilyen CR-es, de kaput eltalálós szabadrugás. Ez fontos különbség, hogy kaput igen, eltaláló. Igen, akkor inkább maradjunk a telirüsztelet előtt szabadrugása a kapus helyére. És le is nyilatkozta, hogy egyébként ők figyelték a görögök kapusán, hogy rendszeresen bemozdul a sorfal mögé, viszont szerintem ez nem volt egy jól eltalált lövés, annak ellenére, hogy megnézte a hosszút. Nem, én szerintem el. Semmit nem látott belőle a csávó, tehát hogy... Az biztos, de nem volt azért az akkori elemi erejű, én azt mondom. Szerintem meg ez olyan, hogy most mire meglátta, már ott volt a kapuban. Meg ütemtelenül mozgott el, ugye kiment a másik irányba, a rossz helyen van, rossz lábon van, a súlypontod, már nem érsz oda. Ja, onnantól kezdve már nehéz. Nekem erről egy 10 évvel ezelőtti Csehország-Magyarország jut eszembe, ahol a Zsuzsinak volt egy ilyen szabadrugás gólya, hogy a cseh még állítgatta ott a sorfalat, amikor ő szépen előtte súnyiban. Neki volt nálunk is ilyen gólya a Lokiban. Nem jó, bocs, én a Dzsudzsák Balázs híres románok elleni egyenlítő góljára is azt mondtam, hogy azért a Tatarusánó igencsak benne volt abban a gólban, szerintem. Én a mai napig úgy gondolom, hogy ott igazából nem is Tatarusánó volt a kapuban, hanem Tatár Sándor beépített ügynökünk. De azért mondom, hogy nem akarjuk itt a magyar emlékeket itt csorbítani, úgyhogy... Persze, de hogy itt igazából jó volt a helyzetfelismerés, hogy tényleg a kapus az ott a saját sarkát védi. Igazából onnantól kezdve, hogy ment már a túloldalra, onnantól kezdve sok mindent szerintem nem tudott tenni. Én is érzem, hogy kapus hiba lett volna. Ez egy meg ilyen. Milyen viccesen jött ki, nem? Hogy a riporter, én ezt már utólag az összefoglalóból néztem, meg az ilyenkor azért sokat segít az embernek, hogyha ipiágatósan megy meccsre, hogy ott sajnálkozik a riporter, hogy hát most jött le pont Szoboszlai, a francba pedig szabadrúgás. Mi is pont azt beszéltük, hogy basszus, nincs már se Dzsudzsák, se Szoboszlai, most ki fogja ezt rúgni? Kalmár? És igen, és be is basztam. És végül is a Dacba minden szabadrugás szögletet. Nem nézek Dac meccset, bocsánat, nem vagyok képben vele, hogy ott hát, milyen pontrúgó. Akarod az országból akkor? Nem vagyok szittye magyar. Valahogy meccset nézel. Még egy témát bedobnék nektek. Nem hátrafelé nézel meccset, lovon, az a baj. Még egy témát bedobnék, ha így kronológiák haladunk, és akkor zárásának ennek az etapnak, hogy ugye a Dzsudzsáknak az elbúcsúzása így jött össze. Dzsudzsáki! Dzsudzsáki! Roland! Dzsudzsáki! És Roland Kalmár mellett. Várjál, még volt, azt hiszem, mikor volt Balázs, mikor toltuk Ferenci? Ki volt Ferenci? Korhut János! Korhut János és Ferenci Mihály! Na, hogy mit szóltok így az elköszönés, ugye, amikor még ott a műsorvezetővel, aztán utána a szurkolók, stb. Szerintem én utólag néztem ezt is videón, mert akkor már elindultam, így a lefújás után, picit tüntetőleg, picit azért is, mert már így eléggé fáradt voltam, szóval, hogy tetszett így fáradt nektek? Mert szerintem jó pofa volt. Jó hát pofa figyelj, volt. Eleve szerintem az a poén, hogy én szeretem a barackot. Tehát én úgy vagyok vele, hogy a barack az jó. Tehát az már nem lehet rossz búcsúzásként, se indulásként.
másfelől én azt mondom, hogy az lett volna az igazi csibészség, hogyha a szurkolók törkölyre cserélik. Mert akkor úgy, hogy akkor megtanulja a magyarok istenét Dzsudzsák Balázs, ha a Barac Pálinka helyett törkölyt kap, vagy egy jó mézes metilest. Tehát azért mondom, hogy a jó jutott neki minden szinten ki. Azért mifelénk vannak olyan kerítésszaggató pálinkák, amivel nagyanyám inkább lemossa a kerítésről a festéket, mint sem odaadja bárkinek, de hát ízlések és pofonok. Vicces meg is fogták életében. A szurkolók, nem, hogy ne dőljön hátra, ne szédüljön le a magasságtól, érte? A pálinkától. Értem, megérdemelt emberünk mind magát a találkozót, mind magát az ovációt, pedig mondom, én nem vagyok egy Dzsudzsák fan egyáltalán, pláne úgy, hogy szabolcsi, de nem sok köze van a szabolcsi labdarúgáshoz, ezt mondjuk ő akarta így, és joggal. Tényleg jó volt, király volt. Én ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy legközelebb, hogyha ilyen esemény lesz, akkor az M4 Sport ne a Budapest TV-s stábjával próbáljon meg ott helyszínen mindenféle technikai malőröket megoldani. Azt nem láttam, mi volt? Én se. Hát ott az élő adásban csúszott némi hiba a gépezetbe. Megint a technikusok húztak a háttérbe, vagy mi volt? Nem, hanem egy rossz mikrofonon volt a hang, meg ilyenek. Jaj, de az megvan. Ja, nem tudtam hirtelen, mire gondolsz, igen, hogy a Balázs mikrofonjával ott. Ja, és egyébként a Szabó Gergő talán így hívják a kommunikációs úriembert, aki a videóban volt, meg a sajtós a válogatottnak, nála volt bekapcsolva jó mikrofon. És így néha behallatszott, hogy beledumál. És Balázs meg, aki felmászolt, nem tudom, x 10-20 méterre volt légvonalban, vagy talán még több, a válogatott meg értelemszerűen felsorakozott az ötös vonalára, vagy a 10. Mi jól hallottuk, mert a stadionban meg ki volt hangosítva, tehát hallottuk, hogy mit mond. Ott igen, de a tévében megmondom, azt hallatszott, hogy Szabó Gergő motyog a mikrofonba, Dzsudzsák Balázs meg semmi nem hallatszik. Rossz király. Még jó, hogy nem mondott semmi olyat, hogy amikor húz már be, fejezem el be, vagy valami, jó van, most már menjünk a VIP-be. Az is kicsit cringe volt. Menjünk már be a bossnő. Na minden esetre győzelemmel zártuk az évet, nekem ez így a lelkemnek jót tett nagyon. És hát azt hiszem, hogy ennél szebb zárszót, mint hogy a lelkünknek jót tett ez a győzelem, nem is lehetne kitalálni. Én úgy gondolom, hogy magam részéről, illetve szerintem a többiek részéről is szeretném megköszönni, hogy így itt a csonka, MB2 még megmaradt, válogatott, még volt egy kicsit, de azért szívből szóló műsorunkat örülök, hogy ellátogattatok és megnéztetek minket itt hétfő este. Főleg így egy nagy rangadó közepette, Uruguay, Portugália. Így elnézve nem maradtak le nézőink semmiről, úgyhogy szerintem jól tették, hogy minket választott. Abszolút, hát ezt javaslom nektek a jövő héten is, illetve még az utáni héten is, hiszen még van 2 darab csodás forduló az MB2-ből. Mindannyian nagyon várjuk, nagyon izgatottak vagyunk. Hát és, még a héten, igen, és még a héten azért lesz VB-s kontentünk is, tehát szerdán nem elfelejteni, hogy argentin, lengyel meccsnézés, és még valószínűleg a hétvégéből is lesz majd valami, ott már ugye az egyenes kieséses szakasz kezdődik, úgyhogy... Azért azt meg kell fontolni, hogy egy jó MB2 vagy egy argentin lengyel. Tehát azért... Tehát az még szerdán, tehát az még nem kérdés. Hát oké, de nem tudod, hogy melyik faszba dőj bele, hogy ne fájjon. No. Hát azért Ádám, hát már bocsánat. A sok VB-s bugybókás mérkőzés után egy ilyen 3-3 az nekem pont, nagyon megmelegít. Pont azért nekem ez nem lesz szurkoló barát. Én legalábbis annak gondolom ezt a párosítást, de Lewandowski meg messze legyen a talpán, aki rám cáfol, de nem számítok jó találkozót. Attól még beszélgetünk a többi meccsről majd, főleg a mai napról, mert végre voltak jó meccsek. Hát akkor tényleg köszönjük szépen, hogy ellátogattatok ide. További szép estét kívánunk. Szervusztok, magam részéről hajrá, vegyész, sziasztok. Hajrá, Spari, sziasztok. Cső. Sziasztok, hajrá, Budapest.